Hey, sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Ihre Kurbeln sind nicht mehr normal. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Wie du dich bewegst, ist einfach krass. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Ihre Kurbeln sind nicht mehr normal. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Wie du dich bewegst, ist einfach krass. Ich hab's mal gesehen und ich habe mich verliebt. Deine Art ist anders, Baby, funkeln wie Magie. Alles ist geschrieben, hoffentlich bist du Nasib. Ich sah viele Augen, doch mein Herz wollte nur sie. Mein Herz wollte nur sie, war wie verliebt. Wie sie sich bewegt, die Body fit, die Musik. Ihre Blicke so verspielt, wenn sie mich sieht. Alles andere wird mir zu viel. Elegant wie sie geht. Rote Lippen und 10 von 10. Ihre Kurven, wie sie sich bewegt. Hab mal wieder mein Kopf verdreht, hey. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Ihre Kurven sind nicht mehr normal. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Wie du dich bewegst, ist einfach krass. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Ihre Kurven sind nicht mehr normal. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Wie du dich bewegst, ist einfach krass. Ich denke, dass sie es weiß, alle spielen verrückt. Nur wegen dir sind die Clubs überfüllt. Sie lässt viele an sich ran, aber ist allen egal. Wie sie dance und den Beat ist nicht mehr normal. Sie sieht aus wie gemalt, wickelt Männer um den Finger. Wer ihr Cash zeigt, darf immer wieder mit auf ihr Zimmer. Und egal, was sie sagen, was du machst oder tust, lass sie reden, denn dein Kleid steht dir gut. Elegant wie sie geht. Rote Lippen und 10 von 10. Ihre Kurven, wie sie sich bewegt. Hab mal wieder mein Kopf verdreht. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Ihre Kurven sind nicht mehr normal. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Wie du dich bewegst, ist einfach krass. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Ihre Kurven sind nicht mehr normal. Sie ist eine Bad Bitch, mon ami. Wie du dich bewegst, ist einfach krass. Sie ist eine Bad Bitch. Ai profitat de un suflet naiv cu un singur obiectiv, să mă fac să te iubesc și apoi să mă jefuiești. Acum m-am convins, ești un materialist, că nu m-ai iubit, banii mei tu i-ai punit. Nu ți-a fost de ajuns să ai dragostea mea și nu te gândești ce să lași în urma ta. Oh,
Nai elég volt. Térjünk be a szokásos műzikátó detektonikás zenékre. Így is van, ezt megcsitogatjuk. Jó. Köszi. Na, ezt a kofásból törlöm. Szia életecském! Nem állom, ez nem állom! Felnő felnőtt lettem én, sok mindent megmondhatnék, figyeljetek rám egy kicsikét. Szeretném elmondani, a szívemből megtaszolni. Örgünk, bazd meg! Na, jó. Instagramunkra kint van. Zem. Tavag gondjaidat, szarvorút napjaidat, várom fiadnak. Lesz apám, ahogy lesz mellettem. Megköszönöm a jó Istennek, hogy mellettetek lehettem. Mindjárt jön Rumi is. Talán mindig arra vágytam, mikor benneteket láttam, hogy boldog legyen anyám házom. Nem van szívemben, de az akart értetek, de mindent. Szívedben, de szakadt értetek. Sose vagytok! Merre vagytok? Azt hallom, Markus megvan. Játszunk. Vasztok! Jó, mindjárt megyünk mi is. Só, itthon vagyok! Oké, és itthon vagyok. A kagim! Jó, indulunk haza, azt mondok te. Só, oké. Milyen tervet, Pezze? Milyen tervet akarsz mondani? Már a tervet, program tervet. Van ötleted? Van, hát. Meg lesz valósítva. Határozott vagy. Na jó, ez már tetszik. Mutassad a falkot. Vigy olyan falkot kapsz, hogy senket ne bőd meg, szipu! Jó, Jó, hogy szörnyű vagyok, bazd be! Jó, Sipu! Csak Sipu, te mondtad, nem kell! Nem fogsodod! Ám a Szöcsővel húztunk három ATM-et. Figyeljetek, korázó vagyok! Jaja.
Pijetek a GPS, haló? Hát, szígyeljétek. Ugrott az egyik tervezti, jó? Ott a GPS, nézd, itt azért látjátok? Menjünk oda? Mi? Mi a GPS? Most mi a fasz? Nyugodjatok nézd, már le! De ott a GPS, Markus, nézd a GPS-t. Pucérfalunak nézd meg a környékét. Mit adjak? A keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek. Ja, ezt akartuk csinálni. Sát akkor sopacs! Nem tudom még a másik. Akkor szopi 5 dollár. De igazából elnézhetünk arra, hogy ki csinálják, és hogyha olyan, akkor durrálhatunk rájuk. Jó van, Máté, a száddal durrogja a faszokot, rieroncsos kurva! Te meg a segjukaddal durrogja! Ne magyarázzál! Ne magyarázzál, mert a baseball ütővel baszom ki a szomaradik két fogadat! A szad eszert fogja focsizni! Aggódjál, én szerintem Zákó szokott eleget durrogja a seggén. Ez most vicces akart lenni? Mert akkor szólja, akkor nevetnek kicsit később. Csak vagy hagyj hallja vérted, hogy jobban érezzem magad. Ja, úgymond a saját hangodat akarod hallani, hát akkor vedd föl diktafonra, azt hallgass vissza. Srácok, mi lenne, hogyha valamit túrogtatták a seggeken kívül? A végre a pénzeket, mert adjod is pénzem. Ezért akartunk menni ilyen pucérfalut. De akkor jöhet a B-terv, de ahhoz viszont kellene boltos, meg mindenkinek egy magának beruházni egy búvár felszerelést. B-terv. Ne hogy olajat akarjál menni. Nem. A terv baromi egyszerű, mindjárt megyünk a vidhez, azt elmondom. Sajó, akkor megy csak haza. Csak ebben a tervben megint az a gond, hogy nincs ló B-cucra. Mindenki megveszi magának az egy búvár felszerelést. Na, halló, mennyibe kerül? Várj, 7 óra, skacok, 7 óra fele érkezik ebben a városba, aki kiimportálja az összes cuccunkat, úgyhogy utána rá egy fél órára lesz lóvé, mert intézem Tomásszal, érted? 600 000 lesz a számlán, csak mondom. Csaba, mennyit kapunk? Hortatok. De abban mennyi pénzt kapunk? Amennyit hordtatok, most mondom, haló. Hát én nagyon sok mindent hordtam be. Hát hogyha írtad a applikáción, érted, akkor megkapod a részed, érted. Ja, hogy ezt írni kell? Aha, és ezt ki a faszom mondta? Egy pillanatot, az egy másik biznisz. Amit mi csinálunk, azt én különvezetem majd. Éppen most fogalmaztam meg, azt mindjárt beküldöm a applikációt. Jó. Lényeket nincs meg a számom, baszd meg, vagy igen? Én imádtartat fogok vezetni, akik részt vettek a bankablásokon, meg az ilyen túlzdrámákon, és azok közt fogok fizetést adni. Hát ti egyszer, amikor eladjuk a cuccokat, mert jól összegyűjtjük, aztán meg elosztjuk a lét. Tökéletes meglátás, főnököm, ezért szeretlek, mert te okos vagy. Meg beteszünk a fraki kasszába leadónak, úgy vegyétek adónak, érted? Nagyon jó meglátás, tökéletes főnök. Figyelj már! Rám majd egy olyan szobát az applikációra, ahol, hogy is mondjam, az a banda, a gettó, akció, és akkor oda beírom a dátumot meg a neveket, akik aznap részt vettek a dolgon, érted? Oda kell írni, hogy mit mentetek, vagy mit mentünk. Nem, hogy tudom fogalmazódáshoz mi? Segítsek, szóljál! Nem kell, bajd meg, te inkább tudod, mibe segítsél! Hogy az hozzad végre befele a pénzeket, mert a kulcsaptokat az üzletbe, te kurva! Lencsé már egy kicsit a... Hallod? Figyelj már ide, tudod... Mondod, rakd ki,
érted? Figyelj már ide, tudod, van a Wall Street pillangói, ez lesz a Street Feed pillangói, szóval kezdjed magadat aktiválni, Terry Heroncsos. Nem, nem, vannak pillangói, azok a kurvákról szól. Hát ott te, szétszívott faszfej. Jöttök ide a vízbe, vagy... Szia, tesi! Parole. Bazd meg, mert tiszta geci a WC, itt is kurtak. Kicsoda? Lini, hogy basszam ki a picsádat, hogy állandóan itt kurtok dánkkal, legalább a gumit halkjátok el. Színaranyból építek én emeletes palotát! Igen. De te hallasz, de ők nem de, úgy de hallunk. Igen? Hallunk, de nem láttatok. Beszéljetek? Jó, mert én látlak titeket, de nem hallak. Én látlak titeket, de nem hallak. Jó repülés, fiúk? Na jó, én meg csak aludni. Mi? Te is alszol egyet akkor? Nem, én holnapig lefekszek. Mi van? Hát a faszom. Ne szopasd már! Ettek színaranyból építek én emeletes palotát. Jaj, diváljam szíve, gyöppanó, de nagy zene. Azok, na. Vednek színaranyból építek én emeletes palotát. Gyandik halljon szíved, dobbanó zaján. Na tudom, miért van ez? Gyere! Ez nem... Nem tenni hozzá értek el. Sa! Menj! Menj de hovább neked, ha kell! Mert nem tudhatod, hogy mi leszel. Rádió, merre vagytok? Most jövök Vidhez. Jó. Én is. Ó, faszom. Megijedtél, Tió? Tió, hallasz? Ja, de ugyanaz van, szóval nem tudom, pillanat. Szóval, hogy sejtem, hogy mi a baj veletek. Mi? Az, hogy épületen belül repültetek újra, vagy nem tudom.
So faszolt az ünnep. Gazdagság ára, csak vittem sok túl soká. Istenem, hányszor szakmák! Basszom, Ruminál is ugyanez van. Vacsapó, kurva! Halló? Cső. Kitáló? Linit lepofosztam a gecibe. Tió, hol vagy? Mindjárt megyek. Bocsad! Figyelj már, ez bereven áll, bazd meg, mint a faszom! Azért pütöm. Szerintem lefagyott, vagy ez valami klón, geci. Ja. Szerinted... Mit szólnál hozzá, hogy csak... Bocsi! Ah! Bocsi! Te ütött! Ja? Egy az egybe vagyunk, kis buzi! Egy az egybe, te kis köcsög, ötlet félek tőled, de most megütöm a Lilit! Baszd meg, megmozdult. Össed. Végre itt vagy, Lili. Meg vagy, Lili. Hallasz finket, Lili? Hallasz finket? Lini, hallasz? Hallok, hello, minket, hello. Itt beszélek nektek, de nem látlak. Mi nem hallunk. Nem. Próbáltatok lefeküdni és... Igen. Igen. Próbáltak, csak nem segít. Oké, okay, akkor... Már voltunk, vagy hál két-háromszor esíztem. Hello, bello. Akkor ez távesz baktérium. Nem feltétlen. Jó, mondjuk Lili nem sokat beszél. Mi van? Ria Rogers kurva vagy. Hallod? Te is. Hallok. Az jó. És ezt látod? Várj, de mit a... Mit te vesz, te kurva? De tényleg meg se a izé. Hallod, de figyelj, meg se mozdul, ha te ütöd. Ha én ütöm, akkor megmozdul, látod? Nem. Én nem is mozgott, de miről beszél? Várj, akkor ráválok egy... Várj, ráválok egy csat baseball ütővel. Ne, azt ne. De próbáljuk már ki. Nem szabad, Dáko. Egyébként, Markus, nézd már meg, amit írtam neked e-mailt, jó? Köszi, puszi. Jó van. Csát, jó. Látsz? Repülőbészbólütőt. De látsz minket? Repülőbészbólütőt. Hallod, vágod, Tió, most én már téged se látlak. Tió. Mi van? Nem látlak téged se. Most mi a faszom?
Csá. Csá. Ó. Te basz haver, hallod? Bazeg megütött! Na, milyen fasz? Hát akkor ütött kéne bazeg, ha megüt. Azaz! Ne, eszközte! Várjál, nem hallok most bazeg. Hello! Oké, okay, betöltöttem, király, én látlak. Szia, Totu! Az a baj ezzel az egésszel amúgy, hogy ne... Még egyszer, mert nem hallunk. Most nem hallottam. Most nem hallunk. Eltűnt a hang. Most abszolút nem hallom. Nem hallok késse. Nem hallok, Totu! Nem hallok, hogy valaki van-e a kocsim mögött, de menjen, mert tolatok. Repülj jó. Újra és jó lesz. Na, nem lesz jó. De, nekem jó lett. Jó, oké. Én fél nyolcban leszek, vagy nekem egy óra kell. Jó. Oké. Nekem meg Lili eltűnt, itt kánforrá vált. Várja, lehet most diktálja le nekem, hogy mit kell csinálni. Mennyi idő kell a izéhez, a utcérfaluhoz? Már most itt van egy Isten, most vele beszélgettük, hogy megoldjuk. Ja, megjött a... Leonidas. Ja. Vagy mondjátok el, mi a megoldás. Hát nyilván. De magukba tartjuk. Na jó, csuk, majd később. So, azt írja, hogy a lerok segít, ha nagyon távol mentek egymástól, és a végleges megoldásra még dolgozunk. Akkor távol vagy tőlem, most akkor megyek, mert te távol? Hát ez ilyen sajnos. Na most hallak, most viccel. Most hallunk, most jó, most jó. Na, király. Akkor ez így olykor jó, olykor szar. Nem lehet ezzel mit csinálni így sajnos. Most Danny pont nézi, meg Anon is dolgozik rajta. Próbál, tehát jelenleg ez van top prioritásban, tehát ezt próbálnak rájönni, hogy mit, hogy miért csinálja. Uh-huh. Ugye úgy működik a dolog, hogy ilyenkor a PED betöltésekkel van baj, szóval hogyha annyira távol mentek egymásra, hogy ne is lássátok egymást, és közel mentek, akkor újra betölti nektek, tehát az is egy megoldás, vagy hogyha relogoltok. De ezek csak ilyen tüneti kezelések, úgymond, tehát nem mindig lesznek jók. Igen, ennyi, tehát csak ennyit tudok csinálni sajnos. Még egy admin kollega. Hello. Úgyhogy menjetek távol egymástól, meg relogolgassatok, és sajnos erre nincs más megoldás. Oké. Jó, úgyhogy... Megpróbáljuk, hogy tudjuk ezt így kivitelezni. Nekem a relog segített most. Jajaja, van amikor segít, van amikor az, hogy távol mentek egymáshoz, csak töltögessen be újra a pedjeiteket egymásnak. És hogyha felhoznám a letöltést, hogy tudod abban. Jó, kösz. Vigyázzatok magatokra, jó köszönjük. Játékot. Köszönjük, hello. Ciao. Na, akkor mi halljuk egymást. Ja. Akkor haladjunk. Ja. Mi a terv? Figyeltek, rádió kommunikáljunk, most biztos, hogy halljuk egymást akkor. Ha egymás mellett, ha nem, rádió kommunikáljunk, jó? Az fix hallás. Rendben vettem. Fixen nem beszélnek mások rajtunk kívül. Ez a gangster filmben? Van itt Verdád? De akkor négy szemést. Ez éma. Hú, de zorral. Csörpatika, biztos 60 millió. Ja, lehet. Basszam ki a száját, mindig csajozik. Azt mondják a srácok, hogy tűnt el, azt hiszem, alu. Az összes. Micsoda? Azt mondták a srácok, amikor bányáztunk, hogy az összes alu eltűnt. Alu? Az mi a fasz? Fegyverhez kell. Ja. Hát jó, az akkor jelentsétek, érted? Jó, ha potózzátok mindig a cuccokat. Én még... nem... Jaha, vágom.
megvan kinek ki hiányzott az életem. Szevasz Tessi, szevasz Ticsó! Szevasz Ticsó, már megy már arrébb a zenegéptől, adjon meg egy zenét. Sja! Igen, igen. Mi a helyzet Ticsó, jó minden? Bazd meg, na, bazd meg. Ez jó zene. Sja. Minden rendbe Ticsóm? Titus! Nem Titus, hanem Titus. Oké, tudod, hogy szeretek Tifuszkát. Jó van Leonidas. Nyavodom. Jó minden? Pászak, te eltűnt, hol van? Nekem itt van. Itt van mögötted. Tud van-e Zsoli? Persze. Zsír. Nézd, meg elvarázsol izé botját is. Csiribú, csiribá. Ha? Zsup. Hát ez különleges. Azt én sem tudom. Botját. Csá! Figyelj ide! Tyson szájú! Kérdék szépen! Ja, nem kérek. Mindjárt hozom papucsak és akkor utána. Fenyegetésnek érezni. De mit tudod érezni? Ne érezd! Sose bántanálak téged, drága szép testvére. Persze. Nagyon szeretlek itt téged! De ez egy különleges baseball ücső. Elmondjam neked, hogy miért? Ja, többen mondták, hogy szeretettel tud vele ütni. Így van, nagyon szeretetteljesen adok át vele aranyosságot. Érted? Ugyan, de amúgy ne sértődni meg. Habár az unokat testvérem azt mondja, nézd, mi van ott? Kazában, szoknyában, meg csadorban, jó? Kislány. Hol? Nézd, milyen hülye vagy? Csak a földet nézd a manusokat. Figyelj, ne becsé beszélj-e. Halló, figyelj már. Bocsa. Ezt nem viszem el. Az unokat testvérem azt, hogy azt nézd, hogy öltözködik. Mit egy rossz kurva? Nem, hogy te, de még hogy senki mondani más rá? Sem mondja meg. Hát mit egy rossz kettóba, ezt mi kurvára kívjuk. Majd ahogy én úgy akarom, ahogy érted. Nem értsük. Bocsa, véget. Sja, bazd meg, hallod, úgy nézel ki, mint egy útszéli, komolyan mondom, tedd már magad, tedd be. Pont az még... a lényeg. Amúgy is úgy hívtok, nem? Hát most csak igaz. Nem kérek semmit, te bajcos szájú. Ja, én kérek egy nagy menüt, tesó. Azt mondom, hogy mesztelen kurva, csak akkor mesztelenül fogsz öltözködni? Hát nem. Figyelj, nálunk főzni, mosni kell otthon, nincs ez a hülyeskedés, hogy így öltözzél. Szerinted mitől hízik az unoka testvére? Hát az... A gyors kajától. Tudod, mitől hízik a feje? Azért, mert elbaszódott a pajzsbirincse, és inkább túltermelésben van az a dagadt fejű hókifli. Hogy basszam ki a száját. Rasszom, lóg így is egy csomó pénzemmel a kis buzsi. Úgy hallom, hogy lesz nem sokára. Na mindegy, azért érted. Nem szerettem, hogy itt más csávók érted, hogy megnézzék a senget, szóval csador és szoknya. Figyelj, ha csador és szoknyába járok, akkor is megnéznek. És az az asztal, nézd csak az a te asztalod, a férfiak asztala, ezt a kis asztalnál ülsz a többi lúgyával. Ja, így van. Te valakivel összekeversz. Nem, ez így van, ez a szokás. Bele... lehet, de nálunk... De most már felvettette is a szokás. Nem vettem fel semmit, nem vettem fel. Na, kirábam urasé, szó, indulás per szétbaszolási. Nem, biztos, hogy nem. Gyerünk, főzzél valamit, mert már unom ezt a látható. Figyelj már, tudod, hogy mi lenne most elsőnek? Kiszolgálsz minket kajával, utána a gyerekeket. Várja, hasboncsa, mert kiszolgálod a gyerekeket, és utána miután leszetted az asztalt, és mi megettünk, utána ülsz le te esetleg falatozni a többi lányjal. Addig te körülugrálszunk, nem? Te piát nem bonthatol ki? Ha odahozod az uradnak, és ő kimondta, akkor iszod. Ha részegre iszod magad úgy, hogy vállaltottam vagy, még ne is vagy pofozva a végén a geciből. Így van, és ráadásul puszit meg ilyeneket nem adhatsz férfiaknak, érted? Így van. Az, hogyha a férfi szájon csókol egy nőt, hát az a szokásban benne van. Hogyne, persze. Szexuálisan nem mozódhatsz Vácspalikhoz, csak így van. Csak Emiliónak a... Ez nem kérdés. Csak Emiliónak a faszát szopkodhatod éjjel-nappal. Jó, tudjuk, hogy az a méret nem fog téged kielégíteni, tehát ezt szakítottad. Azt szagold, amit szakítottál, az egyik társatoknak, hogy azzal a mérettel lehet mit kezdeni. Ja, hát persze, hogyha... Ha van, az megnő. Ja, és hogy esem vagy, szigorúan takarjad mindenedet. Mondom, csador szoknya és egy baba izé felső, Markus, igaz? Ezt a csajodnak nyugodtan előadhatod. Sajnálom, ez a család. Mi van veled, bufurcos? Semmi. Murcos lesz, hogy mi van veled? Rendesen... A lányomat békén. Rendesen olyan vas, baszdmeg, mint egy íze a kárhozat. A lányod legalább jó felöltözött. Az látod? Az már fővette a szokásokat. Tudja az neki a digló férfi a lehet. Hát az, hogy nem utogatja magát. Gyere ide, kurvi! Jó minden? Minden jó. Akkor jó. Ennek jó minden, azt mondta. Ilyen szokás, tudod? Á, megjön, Jöcsi.
Igen, ez C-vágány, érted? Aha. Szia kislány, te nagyon tudod a szokásokat, szólj rá anyádra, hogy hordjon csadort, ja, meg szoknyát. Meg figyelj már, szerintem itt anyád meg te köszöntök, vagy dimenzióváltás van, mert anyád úgy öltözik, mint egy rossz 18 éves szucsok kurva, te meg úgy öltözöm, mint egy kiégett 40 éves milf, bazd meg. Milf, bazd meg. Csúcsa. Még egy oroszot mondani kétre, nem állok jót magamért. Ez családi ügy, ez családi ügy, most nem kellett, már családon belül le kell rendezni. Itt is beleavatkozás. Szóval, egyszer elmondom a napi menüt, mert sokan vagyunk a családban. Tényleg összekevertek valaki. Töltött káposztát szeretnék, jó? Igen, kukasere pörköltet, talán egy beigli. Érted? Egy jó cigány, ki a faszom az? A vakaró az legyen jól megsütve, mert szeretjük a pukua, jó, írjad a közben. Is, jó, én szeretnék még kérni egy kis tócsnit, azt is szeretném. Dárkó nagyon egy... szereti a tócsniát bele bártogatni a fokhagymás. Így van, és nagyon szeretnék még kérni, mert én nagyon... Tőlem nem kapja meg. De várjál, kell egy olyan, hát egy olyan 125 szelet rántott hús, természetesen tarjából, utána... Te mit akarsz adni, papucs? Karajból sokkal jobb, ne hívj. Tarjából, mi elmagyarázzál? Ne magyarázzál, mert... Na, szóval akkor... Én grízes tésztát akarok enni. Na, milyen C-kategóri vagy, faszki? Az meg milyen grízes tésztát eszel? Na, figyelj, én mondom, mit akarok, egy jó túros csuszát szalonnával basszál oda nekem, jó? Meg egy jó... Rizses tészta. Ja igen, túros csusza, lecsós csirkével, jó? Így van, és a másik nagyon fontos, ami nagyon fontos kaja még számomra, az az oldalas. Tört krumplival... Érsz egy oldalas? Nem, maga a disznónak az oldalasát megsütve, jó? Ja, káposztás tésztával, jó borsossal, de sávó buroprákkal, nem lecsára már! De hozz egy jó kis párolt káposzta is, nem? Mennyi, hátra azt vedd be, vedd ki! Jó, befűszerezve, berakva a hűtőbe, hagyjál rajta. Ja, szóljál a jányodnak, hogyha eléri a 15 éves kort, férhez kell adnunk. 23 éves a lányom. Na hát akkor... Ez egy vénlány, nincs férje? Nincs férje, és nincs pulyája. Pulya van. Na hát öcsém, ezt el kell ásni a magát. Van pulyátok amúgy, ha már hát, figyelj, a migényünkét örökítsük, normális vagy? Hát elég belőlünk egy, érted? Azt kéne még, ha több lenne, érted? Hát érted, még belőlünk... Olyan be a jányodnak, hagyj mutassam be a fiamat, a papucs! Gyere ide! Hát a papucsot ismerünk. Hey! Gyere! Gyere, légy szíves csöpségem, ülj le! Oda ja, ügyen! Figyelj, ányom! Az az igazság, elér abban a korban vagy, hogy most férhez kéne benned! Igen, megbeszéltük anyáddal, férhez leszel adva! Állj meg, kérlek szépen! Papucs, lecsecskedd meg a kezét és egy jó látszigány táncsal! Igen, csapd oda neki, addig a száztagú cigányzenekart már hívjuk! Mi nem kell, miről beszélsz? Megházasodjál, fiam! Ja, passzok! Elveszik az összes pénzt. Na, királybár buronsába szó, álljál le most már, lencsi végre férfi, azt akarom csak oda gázsiót. Azt végre azt a fasz vett ki, azt a cigány kolbit onnan oda, és bazd oda neki most már tényleg spanyolba. Ja, meg, hogy az a fekete kékeres, az nem az, csak izére van, hogy mi síjjél. Hát, sa. Szép jó napokat. Erre vagy. Ez az sem foglalkozhat a lányunkkal, de így már nem. Nem azt mondtam, hogy megbaszni akarok. Hogy beszél? Szépen beszél a feleséged, de náluk ez nem divat. Nem divat, a feleséged tisztelet más, de rágyit meg elhordozsz a picsába, az így de van. A kalap leesik, felveheted, jó? De csak házasság után. Így van. Na, a faszom az baszni való. Nem izé, az nem azzal kérem meg a kizéjét. Vágod? Hú, te... Te vagy az apa? Nem, én Tomás vagyok. Ja, szia Tomás. És ki a faszom az a Tomás? Nem tudom, Gönc mozdulj. Jó. Emilio? Na haladjunk tovább. Emilio, a fogadott gyágyodat hozzáadjuk a kis papucshoz. Ja, hogy végre egy értelmes cigánykor vagy négerkorbász randoljon végre a picsájába. Megy oda és beszélgess egy kicsit vele, papucs, ne legyen magányos létszíven. Hallod, ficsaj már ide, te démon arcú!
Várjál már, adok valamit. Hát nem kell megsérteni járny. Hát ez, figyelj, adjad neki azt a ajándékot. Hallod? Ez nálunk nem tiszta, hogy szemtelen van. Férfiak szólnak megállol. Jó, meg kell szöktetni. Idány szöktetni. Az ablakot hagyd nyitva. Meg kell szöktetni. Gyerünk, utána megsöktetés. Most próbálj meg utálni. Gyerünk már, elmennek bennek. Nem engedjük el. Gyerünk egyenesen, tolt neki. Menj a biciklire, menj a sörpatikáig és ott aludj egyet, jó? Hát, hogyha elérek nem az... Szerinted a tineskálát? Hogy készítettük ki most a népet? Most elütötted és most... Szerintem elmennek szabadságra. Szerintem nagyon. Hello, Bello. Hello, Bello. Kényszer szabadságot fog meg kivenni. Ott van, bazd meg, nem ez az? Nem. Hát csak nem pszichológushoz, csak... Tú, csak hogy megjöttél, esküvő lesz! Üvő, kinek? Papus! Házasodok, tesó! Rendőr uram! Lenne egy kérdésem! Ellopták a mennyasszonyt! Ellopták a mennyasszonyt! Ellopták a mennyasszonyomat! Kéne bejelentést szeretnék tenni, a mennyasszonyát ellopták a kiscsöcsémnek! Letettük a komoly milliókat, vagy két burigát, az fogta az anyja, azt veszett, benyelték a pénzt és elvitték. Hol van? Telefonom van. Ja, az a sörpatikás lubgyi, hogy hívják? Két! Ja, két, meg a lányom nem van már szerződve egy esküvőre a fiamban, és hát egyszerűen csak benyelték a lényt. Kerítsék elő! Kerítsék el őket, ez a dolguk, lecsehasszuk végre! Jó, akkor oké. Lili meg, hát nem tudom. Valami na, végre legyen, mert hasznuk, nem? Jaj, basszok ki a szállapot. Emilio, figyelj, már segítened kell, ez most fontos. Körözíts van a mennyasszonyodon! El, igen, mert megsöktette a lányát, azt már letettük a pénzt az esküvőre. Letett két? A két föl lett jelentve, hogy benyelt két millió dollárt. Ja, letettük a pénzt az esküvőre, meg lett tartva a szertartás, a cigányrokitánc megcsinált a papucs, és a mennyasszonyt megszöktették. Ha vagytok amúgy baszki. Nincsenek itt. Vigyázz attól, nehogy belemegyünk abba a szarba. Miért hallottok engem? Mondom a bídelettes. Ajaj, itt mi van? Kurva, itt hallak titeket a patik előtt, de nem látok senkit. Mennyi kocsi van itt benne? A repülés segíthet, vagy az, ha távol vagy, és visszamész? De úgy menjél távol, hogy ne lássad őket. Ja. Akkor megyek, aztán gyorsan nézzélek egyet. So... A kétet, az kerülj már elő, Emilio. Csak gyorsan itt ledőlök egy pillanatra. Rohadjál még. Menjék. Jó van, nem leszünk jóban! Családon belül megloptál minket, bazd meg! Kicsoda? Hát így, bazd meg, most odaadtuk kétnek a két millió dollárt, elszaladt a lányával, azt most ilyenkor mi van? Te vagy az ura, tegyél rendet, bazd meg, basszál oda annak a rúzsninak! Nem baj, hogy ő most nem hal minket, mert repül. Ja. Ja, menjünk vissza, sérpedik el, azt várjuk meg az asszony, hogy felgyújtjuk a helyet. Tók, gyere ide a sörpatikához, bepegyítjük a helyet! Kés van nálam. Jó az. Na, tolass fel oda, bezzék! Uram. Jó napot, jó napot! Hogy néz ki? Hogy néz ki ez a két? Az a szürke hajú. Hát úgy néz ki, mint egy utca, Béli, érti? Igen, de... Hajtós tipus. Egybe ruhájában volt. Nem, ilyet... Az a baj nincs, hogy a ruha úgy öltözködik a lúgnya. Sa. Azt hiszi, a kiégett 40 éves Milford újra 18 éves. Ja, a lánya meg rendesen öltözködik, hosszú nadrág, fekete pulóver. Mint ahogy kell neki. Mint aki... Hát igen, a szokások tudja, így a nálunk miféléknek érti. Milyen két, ezt nem tudja. Kiszállunk a kocsiból, jó, mert egy olyan ciki, hogy itt vesszük fel a jegyzőkönyvet. Álljon már oda közé, Bösszi ő. Baszd meg, de ne ügy már előket, te idióta! Hát te fogott a fék a köcsök BMW-n, a faszon verjen bele. Jó vagy szó? Hívjatok mentőt, baszd meg! Hívjatok mentőt! Nagyon kiúsztad a gyufát, Dákó! Hát nem direkt volt!
Ez a buzi papucs, ez a buzi papucs rálépett a, megnyomta a lábomat a gázra, és nem bírtam már. Só, tudod Tito, hogy nagyon szeretlek. Tifus, nem, hogy megmentelek. Tihomonász. Tihomonászom. Te nekem meg vége. Ne aggódj el, helyre roppantom. Jön a mentős dug. Jaj, srácok. Jön a fény. Nem megy be rajta! Nem megy be megy! Úristen, ez a vég! Megjött a izé! Jön a mentő, az jön a mentő. Oké, és... Jön a mentő. Mondsad! Megjött az ördög a tranyó! Hello, van valaki a rádió? Aha, aha. Hallak, hallak! Jó, én meg mit csinálok? Hova láttok? Nem tudom, hogy lehet-e... Ja, látunk. És hallatok is? Igen. Mi? Jó, fasz. Mentek el egy biciklivel sörpatikába, az kellene egy mentős sürgősen. Jesus, mi a fasz. Megjött! Rendőr urak, kapják elő az! Kapják elő az! Gyorsan el fog menni! El fog menni! Köszönjük tisztelettel! Köszönjük rendőr urak! Pusz-pusz! Hogy basszok ki azt a hűtöttök meg! Hát így jártál, dögölj meg, hogy rányomtad a gázt! Úristen ezt! Nem bírom! Itt van Jami! Tifus! Beszorultam, bassza meg! Nem tudsz kivenni? Az ablakon? Várjál mindjárt. Dick, hallod? Figyelj már! Mi az? Dobjátok be ide, ide úgyse tud kimenni, mert én se bírok. Bráko! Beszorultam. Várjál kicsit, mert problémás cikák vannak. Mi van, mit csinálsz, Bráko? Nem, baj van az autómmal. Az jó. Beszorultam a kocsiba! Hogy? Mi? Nyisd ki! De ki van nyitva? Itt van ragadva a zár, vagy nem tudom. Ellenért meg tudsz vizsgálni, mert engem meg Emilio állított, mert... Kérde szólni Jabálnak, hogy vágja ki a kocsiból. Engem is elütöttek, nem lát tényleg. Én látlak téged, de ellenért nem. Akkor megtöglek a sarkon. Jó vagy? Hát nem, mert nem lát engem az ember. Nem lát. Csak a mentős. Az mondhatta nem látod, pedig neked aztán... Én látom, a mentős nem látja. Akkor majd csállában fog tudni! Most te kölyök rájuk! Köszönjük! Visszahozták! Hol a lányod? Ki lett fizetve most már? Hol van a lányod? Igen, az esküvő megvan és lerendeltem a cigányokat! 120 kilométert utaztak a cigányok! Érted? Most már jöjjön szépen ide vissza a lányod, mert most már itt egybe kell kelni! Itt nincs mese. Egy háztagút berendelte Magyarországról, bezzeg! Most vett le a gépük! Ó, várja, nem hallok. De se hallom, bezzeg. Szerintem mi megoldottuk innen, tehát... Köszönjük! Hallod, nem jó? Nem hallom én sem, bezzeg. Milyen hangot bejelentél? Ó, faszomat már. Hello, szia Tito. Szia Tito, szeretlek! Akkor jönni már ide. Nem érek most rá, menni kell. Én meg lesz harni. Ilyen... Szeretünk, Tifus! Szeretünk, Trihomonász! Megfogni ki nem, az ajtót. Nem nyitott ki, mert most nem csak be... Nem, mert be volt zárva, nem bírtad kinyitni. Figyelj már ide, tesó, most mit szeretnél? Bocsát, magamra zártam az ajtót. Bocsát. Jó, akkor betörni az üveget. Akkor szem az... Na most rohadja meg, széttörted a BMW-met? Bazd meg, mit csináltam a BMW-met? Bazd meg! Mi bajod van, Tifus? Hogy bacsom ki a csárdát! Neked is! Bacsom ki! Ákó! Bazd meg! Hát ez baj. Ez Tomászért. Comprende? Picsak a pron. Miért lőtted le, haver? Bazd meg! De előkapta... De elme beteg állat! ...tő eszközt, az csár.
Hát de nézd már, most miért faszítja a csempar? Most akkor, Tóri Dáko most ezért tanult 6 éven keresztül karatét. Basszom, mi a faszom van veled? Miért nem vetted te is elő valamit, azt azzal ütötted? Miért lőtted le? BMW a szent! Ja, neked puta, nem nekem! BMW a szent! Ja, valaki hívott már mentőt? Nem. Faszom ki lenni. BMW a szent. A szent a BMW. Nem ütött el az én fejé rabszolgába? Tomász. Tomászt ütni le. Ja, faszni. Na bazd meg. Imádom! Elemérve ennek a egy halott nap, meg ott kettőjüknek kell majd ellátok. Kussaj már! マンゲキョウシャリンガン Sa! A fasom! Lákok, szeretném elkérni azt a bizonyos pénzből az ütöt. Azt nem adom oda. Kéne egy izé, egy ellátás. Minden csak számláznék, úgyhogy... Akkor viszlálnak és talibálunk. Az az én saját pénzből, hogy sem, azt nem adom oda senkinek. Jó.
Nem tudom kitől lenni az a faszom baseball zütő. Nekem is kéne. A Shreddert vettem el. Bassza. Láko! Bocsad. A Thomas a gőzmozd, hogy mit ártott neked, tesó? Véletlen volt. Jajó. Így akkor el kell menni közelépő, meg kinyírni. Fasom. Akkor... De nem tudom, megvan, megjött a jány. Itt van bent. Ne kell szervezni az esküvőt, az zenészek már úton vannak. Esküvő. Jaj, hozzáadjuk a papussal kétnek a jágyához. Igen, de nekem is kéne egy ellátás, mert... Ja, vágja már ezzel a lagzi előtt. Levágta a hajamat a sárvédő. Dákó! Bocsad! Itt vagy? Itt vagyok. Gyere, már ott van bent a lalúgyi. Itt vagyok a kocsiba. Ja? Most ott vagy? Ja. Jó. És jó ott? Mit csinál? Kell mindig majd a üveget, meg kell csináltatni a BMW-n. Sziap, az meg a faszomba. Ez így drága BMW-m. Elkerültem a kocsimtól és sebes vagy. De akkor ebben mi volt a lecke? Itt az orvos! Mindenki szét kell passzni, aki hozzágyúl a BMW-mhez. Nem? De ez a tökélet. Tehát őt ne kérj tőlem. Ahogy ide kerültem. Hogy valamit nem kell csinálni? Basztatni Dákónak a BMW-jét. Nem, engem nem basztatni, akkor már úgy jár, mint az előbb. Azt nem, most ott jártam az előbb. Dehogy! Ne mondd el neki! Kocsit zárva van, várja. Mindegy is. Rád átmenni, átmenni rajta egy kamion. Dáko! Mi a faszom van te teheráni kurva? El kéne menni, Dagér. Oda, ami be van jelölve. Mi van csak én Uber taxi, ezért szopni fogol. Várjatok már meg, engem is basznak, hogy mindjárt megyek érted! Nem mindjárt, mert az orvos el fog menni. Szállj be! Jó. Papucs, neked ott a medzsasszonyod! Mindjárt jövünk vissza, érted? Mindjárt jövünk vissza. Te múltkor. Faszom, hogy valami szúnyog szétcsípket mostanában, mindig van valami ízés, szúnyog csípésem. Szia, Doug! Sziasztok, csátessel! Hallod, bazzik, figyelj már! Én hogy kerültem ide? Nem igen, tudom, nem tudom. Meg... Micsoda? Meglett a jágy! Aha. Most megyünk a sörpadikába, most összeadjuk papucs a csajjal. Mit csinálsz, tesó? Ez Sherry Potter. Látassam, rosszul vagyok. Értem. Oké. Okay. Jó. Sherry Potter volt, tögöljönek meg. Most már jobb? A Sherry Potter. Én nem mondtad, kilőttem volna a kerekét. Ja, nem mondtad, csak én meg nem reagáltam, jó? Ja. Itt van még a mentő, de jó. Jaja, intéztük, hogy így történjen. Köszi szépen. Jaj! Miért mész neki? Itt vagyok, uram, lát engem? Azt. Nem más rátok, nem lát, bazd meg, ez nem igaz. Itt van mellettem egy úri ember, őt se nem látik. Nem, millió, Márkusz, figyelni már ide. Na, hol a lányod? Itt van. Meglett a zenészek, a legjobbak jönnek. Kökény, groffó, stb. Érted? Ja, nyári Kali. Váradi. Nem probléma, hogy nem akar férhez menni. Ez itt nincs fese, ez nem. Sajnálom, vetettük a pénzt. Itt törvények uralkodnak. De most ez a módja, hogy elszaladtok, bazdmeg. Hagyjuk akkor a faszomba. Mert beszélek, az azt elszalad. Ilyenek ezek a lúzsik. Jó, dobjuk akkor. Ez a beszéd. Amikor én mentős voltam, én megneveltem őket. Meg nem valamit valami akar tőled a ferde szájú. Mit akar a tifusz? Nem tudom, mit akar a trihomonász. Hallott?
tifuskám, szerettek meg mindent, de érted? Mit szerettél? Ez már kicsit kell sok lenni. Értem, tifusz. Neked minden sok, az a baj, érted? De te nem tudom, mit szeretnél, mi a sok? Ő se tudja. Ő se tudja, hogy mi a sok, jó van akkor. Te autók? Tetejére szokták kommunikálni, tesó? Ez valamilyen mexikói szokás? Nem, csak éppen számolni, hogy mennyit adni ki alapanyagra. Oké. Okay. Tehát, ha rácsüt a nap a kocsit, tetejéről jobban számol. Ha engedsz nekem, csa! Tedd fel a kezed, mert ti más vagyok, jobb halál. Jobb rám hagyod. Ez a... Majd játszom vele! Ez kinek a BMW-je? Az enyém. Tényleg? Akkor tudod, hogy már szemed szemét fogad fogét? Lennit. Adok valamit. De nem áll! Fegyver vett elő. Ki? A Gágyi, most rakta el. Miért vetted a fegyvert? Nem tudom, mi volt, csak én matematikus. Hát nem, de szerintem nem kedvelnek itt minket, van egy olyan érzésem, tessem meg. Sose kedveltek minket itt. Nézd meg ti... Elszaladt. Nézd meg Trihomonást, azt sem szeret minket. Ja? Pedig nem is vártottam. Szerintem a tifus az szeret minket. Elszaladt. Aha, ezek valamire készülnek? Na, haladjunk az csapatokba szőt. Együnk ide a faszba. Jöttök, srácok, vagy maradtok? Akkor nem adom neki, ennyi. Jó, nem kell átvenned a gácsit, mert ez egy nem normális. Effektes egy lubnyi. Add már ide azt a fegyvert, jó? Tudom, mert ferdén jár. Biztos, hogy benne? Annapelőben olyan csata lesz, hogy mi fogunk rá baszni. Nem, a izét akarom kilőni, azt a tankocsit. De menjünk, vagyjuk a faszba, jó? Ebből csak baj lenne. Miért? Itt? Miért? Hát be én lövöm ki. Oké, menjél, kilőtte, menjél már! Nem lőtted ki. De. Nem folyik sehoz se. Meg elment már, baszd meg. Hát ezt nem is lehet. Nem olyan. De. Nem olyan, te hülye. Próbáld meg. Hát ne itt tenni annyira közel. Látod, hogy nem? Egyből csak folyik az olaj. Ja. Megkaparod, vagy mi a fasz? Hát odaállok a kocsival. Aha. Jamalo! Mi van Jamal? Azt mondta, hogy itt volt valahol. Jamal! Jami! Duke! Kórháznál vagyok, de kéne egy kurva orvos, aki lát is. Azon kívül senki nincs. Meg van. Van, csak az egyik drifter, a másik meg balfasz. Drifter, bal. Volare! Oh-oh! Cantare! Oh-oh! Markus, adod nekem egy kést? Persze! Hogy de, hát fontos! Tök jó parád vagyok! Köztesok. Igazán nincs mit. Igen, Dáko? Jó társagadért? Hát, ja, kb. Aha. Nem tudom, mi legyen ma, mert úgy látom, mindenki elkezd elpárologni. Nem kell vele törődni. Akit nem látunk, leüssük. El kell ütni.
Tákó erősítő mutatóját. Ja. Mi a faszom legyen akkor ma? Ah, ez így nem jó geci, hogy nem látjuk egymást, nem halljuk egymást. Itt még vagyok. Mindig miatt, mert még mindig rosszul van, de nincs egy kibebaszott mentős, amiért meg nem látja. Jó, akkor menjetek, eljöttek egy okos órát, azt valitok a köccsel. Ja, az jó ötlet, szerintem is. Hát ennyi várakozás után nem hiszem, hogy lesz idejük. Deco! Ez a gatya nem fájdalmas hordani? Nem. Jobban jár, ha repül egyet. Faszom a repülésbe. Orvos közelében. Jól vagy? Jó, a lábra érkeztem. Elvileg meg kéne várnunk Jamal, nem sokára jön. Úgyhogy... Meg ott van, ki az a ligger ott mögöttünk? Oh. Hát ott. Ki? Látom. Álljál meg felek fele! Haló? Dick, te vagy az? Ki vagy, menjek? Te ki lennék? Emilio vagyok. Ja, az Emilio, bazd meg! Emilio vagyok. Mi a helyzet, tesó? El kéne intézzünk el ezt azt a önkormányzaton. Gyere, beviszünk! Állj, most nem megyek be az önkorira. Most jöttem el onnan, mert már tökön ki van. Megyek aludni. Ja, és kivel tudok beszélni? Szavazás. Ott van bent még szerintem még mindenki. A Drexet akkor... keresél, de gondolom a izitek miatt keresed, nem? Hát már azt elő kéne venni, mert elég régóta húzzuk érted. Hát tudom, mert én már semmit nem tudok kezdeni, mert én semmit nem csinálok. Nem fogadtam akkor el semmit. Akkor ott vannak? Romanovval mi van? Fingom nincs, az nem láttam már millió. Ó, bazzeg, itt a darabolos! Szaladj, itt a darabolos! Ki fog írni a darabol? Mi? Semmi kezem nincsen hozzá a killódásokban. Azért hoztuk. Beszéljet. Szavazz, Jama! Szia, Jami! Szia, főnökök, főnöke! Beszélgetünk. Itt a réted? Ja. Pont ez a romantikus. Gyanúsan futott, vágod! Gyanúsan. Ja. Úgy, mint egy rossz besúgó. Vágod, az az igazság, hogy Jami ilyenkor, mikor fel kell, elég éhes. És most te vagy az én napon. Fasza. Ezért, várjál. Már nincs itt az ember, várjál. Nem, muzikat te veszed. Beszéljetek a Drexel, vagy valamelyikkel. Jó, a Drexet majd... azt vágod már most az az új izéje. Akkor Romanovot nem tudjuk elérni. Se őt, se Maxet, mert egyik sincsen a városból. Jó, hát akkor majd megpróbáljuk. Rohadt Román, nincs a városban. Nincsen a Román a városban, ja. Jama. Jó vagy, nyomjátok neki és kacok, szaladok, beszélünk, sziasztok. Faszom! Hello, hello! Hallottok? Mi van? Jó, hol állok? Jó! Hátulok Csabikához! Mi van? Elesleges megkérdezni, tessék. Gyertek, megjött az! Csabálom, csabálja!
Enget! Közpév, jobban vagyok. Jó vagyok. Jobban örülök. Nem értem, mit szeretnél írni, de jó. Hogy fasd meg, többé nem kaphatsz meg. Mint te, és azt mondta, hogy senki mással nem voltam, csak a durgal. Mi volt? Úgyhogy ezt beszoktátok, ezt nem tudom. Na, tessék, látod? Én nem voltam. Jó, akkor légy szíves, meg egy ki kell rakni egy táblát, hogy nincs nemi aktus itt a folyosón, a WC-ben, mert mindenhol csinálják, érted? Soha rendben van. Nem tudom, miről beszélsz. Nem zavar, itt nem csináltok, csak mondom. Aha. Hallott, hogyha egy UV-fény alá vették ezt az egész házat, akkor kijönne ide az egész bűnügyi osztály. Azt hiszem, hogy gyilkosság történt. Ja, te teheráni. Gyors vonat. Na jó, akkor most beszéljük, Jabár, mi a helyzet? Itt ez a kis papucs gyerek, az már nagyon készül arra, hogy megcipőzd, érted? Papucs, az most bazzeg tömikbe fogod venni. Én mindent beállolok. Az szép, tesó. Látod? A vezetésen kívül minden pacek. Aha. Te akkor vezetni fogsz. Azt a kurva kenyerik. De ez így nem fair, baszki. Rá, Bester. Ez a dzsungel törvénye. A nagyobb párduc felzabál bezeg. Így van. Nem. Azt mondja, hogy... Próbálkozni. Gyertek, csak gyertek. Megyünk az árízból. Oké. Okay. Ó, oh, az jó hely! Az... Volt egy 7. típusú találkozás az árészben valakivel. Nagyon szeretik Dákot. Ja, de baseball ütővel megyek be. De tudsz jönni erre? Merre? Aha. Árész a görög mitológiában, ő a háború istened. Ja, a főnökük meg a trihomonász. Ja, izé, de láttam meg, hogy az a hi-hi-hi story channel-ed. Csak micsoda? Nem veszek fel maszkot és megyek. Só! Turbo, hogy sisek benne? Kedd ne hozzak, ugye? Csak kést. Elég annyi. Jó. Meg rádió. Most megyél hátrébb. Vittelek Danaból, csak vittelek. Dákó, nagyon fog serülni, csak mondom. Danaból csak vittelek. Hogy nehogy bajod essen meg. Nagyon jó napod lesz ma, Dákó. Kitölhetek meg. Nem, majd meghallod és meglátod. Várjál Danaból. Főnöke, várjál szerelmem, mehetünk, itt vagyok, elindult a bömbi. Majdnem kipitált. Thank you.
a viszkit a pályiká. Sokan vannak álmenők, igazszák a magát. Zsebbölé. Hol áll majd beszélni? A viszkit a pályiká. Szevasztok! Sá! Te figyelj már ide, Darko! Nem tudsz beparkolni rendesen! Na várni most... Jötte! Jött! Jó, most szerválni. Szia, Ron Weasley! Na miben tudsz segíteni? Edzél csigát! Adjatok itt, ne csináljatok semmi rosszat! Bárkóz, nem szoktunk, anyjuk... Én nem szoktam, sose! Nem a lófasz, nem te vagy itt a legnagyobb rendbontó. Hát... Most itt ne küld zsákba valamelyiket. Nézd, vagy ide jön, vagy mi lesz azzal? Azt a csajt. Én sem nem gondolkodom. Ez ki a fasz? Jó napot kívánok! Szó! Csá! Beállsz! Hova? Hát oda! Nem. Hát akkor szop ki a faszom, ne az út közepén parkolj, mert zavarod a forgalmat, te csöves szájú! Milyen forgalmat? Nincs itt senki! Hát attól még lesz szerintem már megengedett, kis buzi! Együttérzés, a megértés. Jó, ez igen. Nem, ki vezeti ezt, te látod? Viktor! Aha, hát az faszom eljön. Hát, most látom, jó. Jaj, jaj, oda ne menjen be. Ne menjél most be! Viktor, ne menjél be, jó? Ha nem akarod, hogy Jézusra rakjalak. So? Jézusba rakjalak? Jó, Viktor. Milyen jelent? Tudom, hogy jól vagyok. Számunkra, én nem be vagyok itt. Ja, nem, sok betegetni jöttem. Csá, te so! Csá, mi a pálya? Itt vagyunk az árésznél, gyere ide! Ja, tök fej. Milyen alapanyagokat, hogy beszéltél már vele? Persze, le van beszélve. Jó, oké, megnézem hátra. Nem ismerős ez a hang. Ó, ismerős mint kettő. Édes Isten... Dárko, meg se tud szólani. Édes Istenem, ez a meret szájú szőke kurva mellette az a gyökérszakállas faszopó csávója. Dárko, te most beszélsz? Csia, beszéltem, mondom, az a meret szájú szőke kurva mellette meg jó, akkor szop ki a rákos faszomat. Hallasz? Most már hall. Megszerintem ők is hallották. Mi van veled, te? Romladék sucserák? Hogy nem ég le a kocsidról a bőr! Éjjá! Nem csomizol. Nem csinálnám. Akkor ne balhívnak egy. Dárok, szelintulok. Neked fog fájni. Ah. Én is le akartam húgyozni. Itt van az a köcsök, itt van az a köcsök szőke, meg az a rendőrcsávó, a Tyler vagy ki a geci. Szart le! Hát az a piros kocsiban vannak. Jaj! Dööö! Most mondja nekem itt az egyik. Most mondja az egyik promos, aki nekünk szokott posni pénzt, hogy Dákó leütött és a kórházba ébredt. Ilyet nem történt. Azt szeretném mondani, hogy nem tudnál ilyen izét... Nekünk kell adni, tudod, hogy tudok csinálni. Te voltál? Nem. Jó, várj, szólok javárnak. Szólok javárnak, jó? Rögtön vannak egy eléggé. Igen? Mi van itt? Szavasz. Szavasz dő. Óvatosan beszéltek, jó? Mert itt vannak a köcsök hekák. Ebben a piros kocsiba. És ki mondott, micsodát, mi van? Most jó patikás Pali mondta neki, hogy leütött, csak azért kérdezem. Felvonulások. Oj, bazd meg, de figyelj már, ő! Ezt a mamzer. Ide vagy három. Köszönöm szépen, te Sia, az ötpős rédet! Jó, jó. Nagy imádás.
majd beszélsen. Milyen Pokémon akkoszról? Hol van itt Pikachu? Csácsa. Mennyi kell? Pikachu van itt. Hát jó, hogy három legalább. Scrubble. Jó, és hogyha egy ezres mondok darabjára. Jó, én csak itt bohócokat látok, itt a kocsiba látom. Jó. Ja. Hát ez a ferde. Mikor hol? Milyen Pokémon? Levegyük a pikát. Pedig nem tudom miért félök csávóért. Ahol a régi bolt volt. Pedig mi nem bántsunk testvére. Nem fognak hozzánk. Hallottam, mi azt mondjuk, hogy... Ami azt mondjuk, hogy nem bántsunk, akkor nem bántsunk. Azt mondjuk, hogy bántsunk. Mi folyik itt, ti fuss? Most megint már mi van? Na fosnak, nem szállnak ki. Nem száll ki a szakadt rendőr. Meg mi Pokémonok vagyunk, meg ilyenek. Jó, gyerekek, leütözzük. Dologra fel, legyünk, jó? Tipli, gyűjt! Tipli. Na, álljon az egész. Na, ide hívta őket. Jaj, Zsuzs! Le. Itt vannak a sekák, gyere, Lini. Mire jöttek ki a zsek? Vagy verebe. Ki hívta az a buzi? Az Jami. Élnek, és hát mindig egységet kell kérni. Bocsi, útba vagy! Én úgy nekik mentem volna. De mi jöttek utánunk? Miért kell oda menni arra? Ki mondta, hogy arra megyetek? Mennem kell tankolni, mert 10 liter van a kocsimba. Ha, akkor gyertek majd a beachre, ahol a régi víz van. Só. Leszünk. Micsi papucs? Micsoda? Van velem. A régi bíjdeletes. Valaki azt mondta, hogy segíts, papucs. Baszom. Itt vagy, Lini? Figyelj, már merre vagy, elmenjünk a hűkoriba, megnézzük, hogy ott van-e az elnök helyettes, mert az elnök nem veszik föl. Jó, itt vagyunk lent a izén, a régi Street Fit boltnál, itt vagyok. Oké, passzom, megyek oda. Oké, gyere. Nem mentem neki. Mi mentél neki, bazd meg? Nem ment. De nem kimentél. Ja, akkor bocs. Miért jött a millió, azt én megyek velem, mert intézni kell valamit. Mit? Oké. Okay. Mit intéztek? Vagy most mi vász? Nem értem. Az önkormányzatra akar bemenni.
Ó, oh, kéne a papír. Ja, az jó ötlet. Persze. Ja. Megvárjuk Dött, de Jamal úgy érzi, hogy meg kell itatni egy kis koktéllal egy helyet. Az igen. Azt te fogod csinálni, papus, csak mondom. Jó. Se a papucs, bazd meg, te fogod meg csinálni. Meg kell gyújtani. Ja. Jó, bár Dákó! Veled is lesz majd egy kis izé, szórakozás, igaz, Jamal? De még miért? Kit kell lesopni? Te mit te fogsz szopni? Na, nem téged fogsz. Te rossz ratyi. Fogjál már be, te irán kurva, te szétbaszott szájú striciait mellette, nem a zsarázzacok. Az elég barackos most már. Csó, bocsi. Nagyon szeretem a barackos sütit. De érszem. Hallod, Csami? Igen. Te mivel eszed a nokedlit? Halállal. 3 kiló hússal. Wow. Rohadj meg, mert úgy nézel ki, bazzag, mint egy kiéhezett saktábla. Eszel te rendesen? Hát, pukám. Ez izó. Hát azért onnan le vagy száradva rendesen, basszus, mint a barka szoldanáról a festékben. Ja, bazzag. És minek rajtatok kendőt? Az ítélet. Mert ja. Tényleg valakit ő? Nekem inkognitóba kell lennie a... Mi az az inkognitó? Nem tudom, én inkognitó vagy. Az NCIS. Jó, akkor vedd le. NCIS. Be van kötve, vágod. Hova van bekötve? A tévé. Újra kötöttük az HBO Maxot, rákötöttük a Netflixet. Hallok, törődnál meg az arcodban, ott valami kosz. Az ügyvédi bajszom, bazd meg. Ja? Ezt köszakál rólam. Mindjárt. Ó, megjött a Mikulás! Csá. Hozom a légy, Jamal. Csá. Mennyit kell adnom, de? Hát 3000. 3000, már is hozom. Addig bedobom ide valamit. Most nem megyünk. Így az egyéb, egy. Csádi. Igen. Csádi. Mikor vesznek egy ilyet? Csádi. Sose. Ez bosztok kellett, de érted? Ja. Adhatok egy grátis, jó? Kösz. De szeretlek, ezért beszoptam, nagy megsimogatnám. Arkádi. Árészbe szoktál, Arkádi? Nem. Jó, de most jó, fogom fegyülted az egész. Gyerlek így, baszki. Üzleti kiadásra. Egy pár biztos. Jó csináltad, csak a földre raktad az összét. Na, bazd meg. Itt találom a lóvét, kis ropogós dollárok. Ó, szeretem, ja, jó. Dini. Mi van? Dini. Igen? De tapcsaló, kurva. Nyomorék. Ne rugdosd a BMW-met. Ez, még hogyha autó lenne, akkor még meg is értem, hogy... Ne van szucskos négykarikás szopott kurvás Audi. Ez egy szó BMW. Ne, hogy ki elfogtam, kipöcködtem a cigit a szádból. Az utcafront, Kocsiba, ízítani. Vágtál a Sanando áldás, indulás. Sárnak gyertek, te össze-vissza. Kövessétek Jamal óriási mustangját. Merre vagytok? Szöcső! Hogyan? Majd beszélnünk kell. Tudom. Csapálom, add egy koordinátát! Jó. Jó szarkocsék van, de oda megyek. Vagy valaki ezt befehat? Majd hozzám, ja. Oké. Okay. Töcső feladatra kell menned, de mostanában mindent elbaszol, úgyhogy de a feladatot is kapsz. Jó. Csak egy kortit majd. Ma húztunk a Szöcsővel 3 ATM-et. Hogy hol van a részük? Ott van a izébe, a raktárba. Jó, majd ezeket máshol kell tárolni, majd adok kocsot. Szép volt, tesó, szép volt. Haló? De akkor lemarad. Merre vagytok, halló? Várjatok egy kicsit, meg kell szerelnem a... Meg kell szerelnem a kocsit, várjatok egy kicsit. Tudok egy koordinátát mindenkinek.
Hát ez már nem szerelet meg. Valakinél van egy vontató kötél, mert lefulladt az autó. Nincs, és nem kellett volna ugratni, tesó. Akkor fősétálsz idáig. Én is vele vagyok. Még egy helyen állom. Küldtem koordinátától, látjátok a telefonot. Jó, elmegyek ezt az én is indulod. Nem száll ki. Basszom, beleverem. Jó. Intézek egy szerelő ládát. Mit tesó? Ah, levettem 500-at itt izé. Micsoda dáko? Intézed. Sétálunk, Csami. Fussatok, nem séta futál. Ja? Ja, hozzá. Mennyi idő? Hát körülbelül egy legalább 10 perc, vagy ki kell menni a YouTube-hoz. Jó, valóban. De izébe utána mentősre is várhassuk. Keki megkapta a koordinátát, vagy ilyen nagy lett ez a város? Én mindjárt odaérek, megvan a koordináta, csak még én futok. Veled nagyon sok elbeszélgetni valók van, Szöcső, de most ugye kell lesz. De mit csináltam, ugye nem valami rosszat? De és majd meglátod. Nem baj, az jó, jó, jó. Van vontatója? Ne baszd meg, csak érted. Abból a 10 percből lesz egy 2 perc. A vontatóval az is jó, csak beviszed a minket. Már kint van YouTube, ne? Már jön vissza. Basszó. Mindjárt itt van ő. Sziasztok, szép van. Ebben a Mercedesben nincs kormány, se fény, se gázpedál. És elmondom, hogy nem tudjon elérni. Ez New Corta. Mindjárt ott vagyok, Csami, tényleg. Becsítő még idejött, bazd meg. Na mindjárt itt van, nem soká. Álljon visszafele. Merre jár, nem tudod?
biztos már most érve a városba. Most ér be a városba. Köcsök BMW. Házi, nagyot repültél. Hát elbostam a... Nekek ez az a baj, hogy mi fogunk rá, mert ha a Jamal ideges lesz a várakozásban, akkor 16 ember hal meg általában. Valamit akarok köztük, de jó lenne, megmozdulnátok végre, bazd meg. Várjál, várj egy pillanatot, mert... Nincs, nem várunk, most már, hol a faszóba vagytok? Baj van, egy pillanat. Megjavítottad a kocsit, igaz? Nem. Fuvarra vártam. Köszi. Náj. Mennyit adok? Megjavítseleket. Most ki van nyitva. Mennyibe tartozok, Roxy? Semennyibe. Ajándék. Ezt már szeretem. Amúgy mi újság van, Róka? Semmi. Hülye rendőrök bent tartottak éjszakára, csak reggel engedtek ki. Beket adom ezek. Bezártak végig. Szúrnálak, hát, szúrnálak azért. Köszi! Az igaz, itt rád a jacuzziba fent. Várja a partnak, mert rossz kordira mentem az elején. Geci! Márkusz, hallottok? Nem az, itt olyan vagyunk, bazdmeg fent egy sikátorba. De a tetőn? Aha. Jó, mert itt szaladgálok lent a faszomba. Most láttok már minket, vagy még hát egy följön? Egy parkolóval itt vágod, ez egy ilyen emelkedő. Gyertek ide, ott ugorjatok le, és gyertek ide. Na szép ugrás, oda meg is döglöttek, ahol adugrottok. A itt ér ugorj már arra, a napos szarra. Mögötted, Zákó, mit csinálsz? Ugye ott meg fogsz halni! Ne ott, Zákó! Ja, akkor hol? Ott, ahol... Gyere ide! Gyere erre! A nap... Ezre a napvizére ugolj rá, úgy nem fogsz megsérülni. Esküszöm, én is ezt csináltam. Úgy is jó. Keci, várja nekem, az autóm egyen lejjebb van, baszd meg! Gyere ide, Dáko! Szerintem most sem egy. Bővíted? Jaja. Na, akkor gyertek. Maszkot húzzuk? Jó. Utána jön mindenki, és azt csinálja, hogy én mondok. Ha valaki elkomorol és szarva lesz, akkor az ott is marad lesz a... Tettel a baseballt, hogy nem mondtam, hogy vettél ő. Bocsi, megszokás. Tudod, a csúcs kategóriás eszköz. Illetve az... kurvára figyeljük oda, mert nem szeretnék lebukni. Elég, ha egy ember fog. Jó, állj meg egy kicsit. Így vegyük le. Ajaj. Már jó kezdődik.
Markus. Markus mi ez a hol? Holkon beszéljetek, jó? Holkon. Márkusz, jó volt a szendvics. Majd kapsz még egy repetát, ne aggódj! Gyertek, érjünk. Suttogjatok. Most csekket van, Csami. Csúrnám. Itt hasonljatok le? Itt mindenki ne has. Gyere csak papucs, te ide gyere szívjél. Micsoda? Hogy gyere? Figyelj papucs, ott van kettő autó plusz egy motor. Le kell menned vissza, ahol visszajöttünk, vagy följöttünk. Be kell oda rambóznod, és be kell gyújtanod őket. Robbani őket, utána tipli. Jó. Ehhez kell gyújtom. Hát Stukkert kéne legalább, nem? Innen nem lehet ledobni. Igen, nem dobott, de vele bukkasz, basz. Ja, akkor jó. Jó, mindjárt jó. Tedd meg a csapatért, mutasd meg! Gyákó! Mondjad! Te visszaindulsz az autóhoz, készen légy veszel. Serif! Készen légy veszel, és hogyha gond van, akkor fölveszed egyből dugod. Jó, várj, akkor szadok vissza a kocsihoz. Ő papucs, hallod? Nem dug. Papucsot, gyere! Várjál, még ne csinál semmit, hogy vegyem fel a kocsival a pozícióra. Ilyen pozíció? Menjél csak, aztán majd egyből sietsz. Mert csinálhatod közben. Te nézz körül, ne paradsz meg, ne vegyenek észre, valahogy bújjál. Nem csináljad, mint a Super Mario, hogy futsz, azt ugrálsz meg, faszom a kocsba, érted? Te hülye vagy, mit rohangálsz a végig? Várjál, bassz meg! Nem látott valaki? Ki? Na, attól még lehet bárhol kamera, még mindjárt. Kocsiba vagyok. Alájuk próbáltott ide rá. Még ne. Mindegyiket eldobtad rá? Kijött a csaj, bukjál le! Nem csak a csaj jött ki. Menjek érte? Vigyázzatok, mögöttetek van egy piros sebb volt a háza környékén. Jami, hallottad a rádiót? Feljöttek.
Menni kell érte? Info. Itt van a tetőd egy emberük. Mennek a rendőrök. Ja, tipizzük le hát. De engedjétek, hogy rádiózzunk, vegyetünk le. Megyek oda autóval, dobjátok be. Bár mondjuk a vizé a szőkejét, az biztos. Hagyjátok itt, hagyjátok itt. Gyerünk lefele, kocsikhoz vissza. Hát itt a pazba. Kiessetek a zsarukig, papa! Gyere be, fasz! Baj van, srácok! Mi a fasz? Fussatok vissza a kocsikhoz! Baszdmeg, én ezért... Dákó, szálljatok be, aki ott van, Dákóval! Én nem... valamit... Tesó! Tesó! Tesó, én nem tudtam létrázni! Én a levegőbe jártam! Mi van? Hát levegőbe jártam! Isten vagyok! De már nem látom őket! Rajtam vannak a hekek. Van egy. Ó, oh, ez mi volt? Infózom, menjél csak. Csak nyugodtan. De jó, hogy összebasztod a Verdát. Hozd meg! Pufáres! Nincs! Te várjál már, nem egyedül van mindenki ez a kocsi? Mindenki megvan? Nem, egy személy ül a kocsiba is rajtunk van. Ó, baszd meg! Jó, hogy egy cip. Ugratás lesz ebből! No. Rázzátok le! Hát ne, nem vagyok tudni, mert összebaszta a Verdát. Futás, tesó. Vagytok. Futunk. Hol? Merre? Megyünk segíteni. Össze-vissza mindenfele. Ő elviszi a kocsit szerintem. A Kordit itt vagyunk. Megy rátok. Megy rátok. Valamit csinálj akkor. Csoki velük van! Borom volt, hogy menjél, szív volt! A szabályellenes volt, geci. Most már mindegy, majd utána megkapom a szankciót, már elindultam. Adjuk papucs! Nem kezd! Fogtom, ide szervezted, csak mondom. Nem papucs. Hagyjál meg, geci, hogy három egység van, megint rajtam a faszon verjem bele. Hol? Hát most megyek le alagúthoz a faszomba. Megpróbál visszamenni a kocsimért, és elviszem Szöcsön. Ki, nem akarom magamat elkapatni. Kádak, mondom. Gyere, itt jövészetek. Geci, ettől rosszul vagyok, hogy kajakra direktre jön nekem. Gyere,
van vagy szöcsök. Sikeresen elkapattad magad a rendőrökkel? Na meg én? Várjál, mert csak pont, hogy átjöttem egy végig. Felmutom a jönni, és most lesétáltam a dobogó. Ott látlak. Majd megy. Jön fel. Hol vagy? Jön a Spéco, kap. Hogy? Leszállt rólam a hekam, erre vagytok. Hát tudok, mindegy kordit. Nagyon messze van a hűző, gyere vissza ide, itt ebbe a parkolóba, jól leszünk. Kordit. Rendi a kocsikért. Ezek értetek. De ha a kocsihoz visszamegyünk, aztán ha gondolod, akkor azt ott letesszük egy időre. Gyertek, mert itt vagyok a kordin. Vissza vagytetek oda? Na Szöcső, hol vagy? Kicsi oda. Szöcső? Te tudd el, hogy sárkónál vagyok, mert... Kocsihoz megyünk vissza, ne arra. Akkor valakit még fel kell venni? Itt balra fő út. Mit csinálsz? Vagytam. Mit csinálsz? Mit csinálsz, tessem? Én sem tudom, merre kell menni, meg faszom. Erre mennyi, Geci, itt balra. Egyenesen végig, aztán ott a... Érted? Ne is fordulj le szerintem, egyenesen menj végig. Szép volt, tessem. Muszáj voltunk kiugrani, mert hogyha kiugrik fegyverezni, akkor szopó mindenkinek. Itt bal, jobbra, hol aló? Geci, mi van veled, ember? Na most tudom, hova kell menni, bazd meg. Itt van balra, bazd meg, itt nem tudsz. Itt balra, 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 balra. Ez jobbra megy. Jó, állj meg, állj meg. Állj meg! Ja, kajak, nem tudom, mi van veled, ember. Bár, ki hol vagytok? Márkus? Márkus! Sziasztok! Az van, hogy papucs meg kéne találni. A papucs már elkapták. A ruk? Nem az a ruk, azok akik hogy hiák. Akik itt vagytok rádión? Igen, rádió. Azt az üzenetet kaptam, hogy üzenjen meg Jaminak, hogy ne baszakodjon forró fejű mexikóiakban. Mit a félnék? Megvan a Verdán, aztán hova menjünk? Bazzeg. Lövöldöznek. Hagyjuk itt őket. Azt mondják, hogy jó volt a kapcsolatunk eddig, és innentől kezdve nem adnak el semmit. És olyan tök... Szerű. Most vettük be az basztokat. Jami. És hol vagy? Én otthon. Emilio, hol vagy? Itt vagyunk a kórháznál, Linivel éppen Zekket várjuk, hogy adjon papírt, hogy bevizsgáljuk. Micsoda? Itt vannak? A...
Jöjjön, akkor vegyük oda. Tartom az eszközt a torkához, hogy rossz mozdulat! Neked annyi, érted? Na, kiszállni? Kiszállni? Szálljál ki, bazd meg! Hát én nem szállni ki, már pedig. Törni fel kocsit akkor. Nem lenni benne biztos szerint. Én meg kiszállnék kocsit. Nekem mindegy, hogy a hoverod megdöglik, vagy nem döglik. Figyelj, nekem meg kurva mindegy lenni, hogy papucsot leelőni még egyszer, hogyha azt a kurva életben. Látod, te cigitálnék onnan, te buzi. Jó, megfog, begyúrtam szépen az ablakon, megfogtam szépen az arcát, rávágtam. Mi a picsa lehet? Pak! Te kurva! Engedtem a faszomba belenyúlni, kibaszom ezt nyitartom, hogy most már takarod innen, mert lelőni mindenkit a picsába, menni innen. Menni innen közelem. Márkus, hallod, mi nincs sem oda ennek a buzi? Kicsodát? Hol vagytok? Itt van, hallod? Na. Nem lenne nálunk papucs, hogyan lenne? Most mondta a haverot, hogy lelőtte. Itt lelőtte, tényleg? Lelőtte, most mondta, hogy neki mindegy, hogy még egyszer lelövi papucsot, vagy nem. Akkor mi legyen ebből? Szemed szemét, fogad fog, ér, Jami? Kézzük ott, hogy te ki vagy. Figyelni már. Tomás. És körbevenni engem. Tedd már le azt a retkés telefont, te buzi! Én mit csinálsz? Most ne haragudni. A torkodtál a kés, ne mozogjál. Figyelj ide, figyelj ide. Lögd el, most lögd el, lögd el. Lögd el magadtól, Márkusz. Ellögtem. Te buzi. Ezt már itt papucsé kapott, te buzi. Ja, de meg ezt kapott papucsért. Mind előtt vagyunk. Impliviens jönnek fegyverekkel. Csoda. Tájunk, mi legyen? A csavalékot lövik. Ezek a bárkuszt a kórházzal. Szóval nem tudom. Itt vagy, Toka. Szóval gyere fegyverért. Az a baj, nincs a kocsi. Bármit tél. Ja, most felett. Gyere, szállj be. Szállj be, Toka. Itt van a BMW-m. Már sokan vannak. Tehát tudom, most megyek vissza, akkor Dáko. Egyben a tárolóba,
Gyere már, Toki! Másikba! Bazen, bocs! Gyerekek, meglőttek! Meglőttek! Gyerekek, már jöttünk kocsiba! Merre vagytok? Na most tud vezetni mégis, Jamal! Nincs ez semmi fegyver a tárolóba? Lövöldözünk, nem, nem? Oké, akkor... De így nem tudunk segíteni. Papucsot megbosszultunk két emberre. Tehát benne ránom bizalom. Orvost hívjatok! Hívom, hívom. De hol vagytok? Vagytok? Mi vagy? Ez itt a barom! Gatszóhoz hívjuk, nem egyet? Gatszóhoz a túloldalra, gyere velem! Baszki! Én is el fogok vérezni, de látod az óra, basz! Adom az órát, gyere! Mi a kérdés? Hát hol van, ugyanez lesz a játék? Kötszer! Nekem is fog kelleni! Hogy mit tudja, jó, várjál, Jama, állj meg! Itt van az óra, hozom a kötszer. Lakásba, be, a Lini betankolta. Hozok kötszer, skacok, van. Lini tankolt be. Most kötőn is csak kötszer, tessó. De azt mondtam, hogy vaddálom. Adtam a várkoztak. Kurva gyorsan, ma utána tépnizünk itt, de... Ó, skacok. Csá, tesó. Csá. De sikerült megszöknöm, valaki gyorsan el tud értem jönni, mert meg vagyok bilicsel, meg izé. Igen. Hol vagy? Itt az IMS-nél, IMS-en. Kórházba. Odáig még le tudok szaladni, talán nem lát meg. Az IMS-nél lőnek, hát akkor... Hát akkor kocsi lehet van. Gyere, tehát, menjünk. Leszúrtam, meg vagyok lőve. Mi a fasz csináltál magaddal, bazd meg? Leglőtt az a köcsög, én csak leszúrtam valaki. Hát jó tetted, rohadjon meg. Hol van? Mi akkor ilyen dolog? De azt a gyógyszert is. Van a különös kötöző szögyő? De nem, izét, a kötszer. Csaba, lemegyek a kocsiddal a papucsi gyorsat, jó? De ne, nem csúfunk, hol van? A kórházzal. Azt a kocsit te mit? Valami civillel megyetek be. Ne kórházhoz, küldök kordit. Hello, 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 szia patyó. Kik lőnek? Jó, küldjek kordit, papucsos, oda megyek. Jó, az a baj, hogy innentől zövöldözős szintéz is lesz, nem baseball ütős. Hát csak... Könnyebb lesz arra vasúzogatni, mint a baseball ütővel ütögetni. Megyek a kórházhoz, vagy hol vagy, papucs, azt mondja. A kórháztól gyere tovább, és itt leszek. Majd látom, hogy gondol, hogyha nem lesz itt Jamal a városban, így mi fogunk rábaszni most nagyon. Faszom, valaki szedje le róla. Ez csoda, hogy a csávot el tudtuk kapni. Ha nem lett volna Jamal régen, ott átkázol rajtunk. Van nálad még valami? Ez biztos. Szomorú, szomorú. Karcsolj, értem! Jó volt? Csodálatosan gondolat. Sibádlak! Öltek meg? Öltek meg? Mondom, elmenekültem. A fasz meg, én meg azért öltem meg két embert, mert azt hittük, hogy megöltek téged. Azt mondta a Pali, hogy neki nem baj, ha még egyszer le kell lőni papucsot. Én oldom, akkor szavaz baktaló. Rábaszott, mert én megszöktem. Ja, én gyomról szúrtam miattad a csávot, ú, bazd meg! Vagy papucs.
a fászhoz most kurvára legyertek. Látlak már, gyere előre. Okay. Most például lehet orvost hívnom, de jó, gyere már megyünk, a szívok egy orvost. Hentestét találkozunk. Jó. Tare. Pafut. Te vagy ezzel a szürke. Igen, igen. Van rajtad bilincs? Sikeres lett, amit kértél, vagy nem? Hát nem robbantak föl, nekem kellett fölrobbantak. Te felrobbantak. Mert én robbantottam föl második. Most kell, hát így kötöző semmi, bazd meg. Fogkötszert állom, meg óra is. Hát de hiába van óra, hát nincs semmi cucc, amit nem bekössem magam. Merre vagy, Stók? Mondom, hogy itt van nálam kötszert. Bocska, Janike. Tudom, hogy az első sérítse maga szebb, jó? Hova megyünk, Csavár? Heteshez? Igen, hetes. Oké. Okay. Várjatok! Én hívtam egy orvost. Már jön? Én is megvárom. Várj meg, Daki! Megvárom. Az a baj, hogy ezek lőni fognak, mint a faszom. Azért megyünk henteshez most. Honnan lesz boxerünk, meg késünk? A városba csinál még valaki fegyvert? Ja, a dőjék, nem? Azok csinálnak. Azt is, hogy nem tudom. Azt tudom, hogy te nem tudod, bazd meg. Csodálkozni, ja? Még egyszer, tesim, ezt próbáltam értelmezni, de nem jött össze. Ezt még egyszer próbáld. Ja, azt hittem a sérít, bazd meg. Bombont és csókokat. Barkus Darko, meg vagy tötti? Barkus Darko. Barkus vagy van, csak ellenségtől. Darko? Darko meg itt jön mellett a kocsival. Ja. Na irány a hettes! Hol vagy, Barkus? Darko! Most mondta a szöcs, hogy ápolják, hogy mit csinálod? Dáko! Már készen vagy ricsetet. Tuka, gyere már vissza, hova mentél? Ide kellett jönni mindenkinek. Tudom. Mindjárt jövök. Dákofod! Indulunk már. Kérd egy rádió. Add már ide a tiédet, szöcsö.
Ott van bent egy kettő minőségű. Ja? Hát ez nem jó, szar minőség. A tenteshez menjél, Dáko! Egyen meg az életedet! Hol van? Jelenleg. Ott menjél itt a... Itt... Mindegy, azon a hídon, jó. Oka? Igen. Eljöttem, hogy ezt a tücsköt cseréljen be valamire. De miért? Azt mondtam, hogy itt találkozunk, itt egy értek, ne megyetek semmilyen. Hát most még most rúgtam föl egy kurva egy szerződést, és vadásztak ránk, érted? Jó, megyek, bocsi. Ebből mi lesz, ha Jamal nem lesz öcsém? Hú, jobb lesz kibékülni velük. Ott, ott voltak. Csak az egyenlő többen ebben az utcában van, csak ebben a kutusokban. Itt egy jobb borsony. Na, jó van. Na, gyertek! Ja, hát össze kellett varni a lábam. Hát majd megkoltam. Na, gyere be velem. A maszkos prikát. Többiek maradjatok itt. Fú, faszom azt, de magam alá, hogy azok a baj a rákos bokor. Ja. Ennyien vagyunk összesen. Ja. Hát látod, a doka az elment, bazza mindjárt jön. Kocsikat bezártátok? Ja. Akkor gyerünk befelé. Gyerünk mindenki! Addig tiktakozzunk. Szerintünk ki, normális vagyok egy komárban. Te gyúrtatok, baszd meg? A saját példámon fogom szerelni, de ti éged ezt a fajtát. Ja, baszd meg, én hirdettem meg utoljáratok a kívet. Én voltam nap, minden. De rajtatok jobban látszik. Mit tettetek, baszd meg? Tanabol. Én mondtam neked, háromszor beleülsz egy nap, már is fejlő. Az mi? Hogy kell? A Jabbar beszúr, jó? És akkor vész edzeni. Oké. Okay. De, figyelj már, izé! Zsöcső, menjél már egy farhátot, viszünk azon vagy! Ja. Zabás vagyok, érted. 10 éve itt áll, én nem ezek belül. És simán. Látjuk, hogy ezek szépen, már rohadnak. Akkor már oly mindegy, érted. Azért ezt olyan szépen voltak, tényleg 10 éve állít. Figyelj, Zsabás. Büszke vagyok rád, Csami, hogy ilyet tájékozott vagy. Ez hülye amúgy. Szerintem fog be. Itt állok mellett. Ja, bassz meg tényleg. Csicska gyerek, hát szerintem nem vagy kérem úgy. Jó, jó, tudod, is, hogy szeretlek. Aha. Csak ő nem biztos, hogy ezt szereti. Csak mondom. Ő? Hát tudom, hogy nem szereti, pont ez a lényeg. Szia, Dáko. Szia, Tió. Sovez. Sovez. Jó minden. Csá, Dáko. Csákos. Azt hittétek, hogy engem kinyírtak. Hát jó, kezdtük hát jó, még az is meg lehet. Ezek a faszfejek kevesek oda. Kik ezek? Nem tudom, kik voltak ezek, de biztos kevesek voltak. Árészosok. Nem? Baszoltjának meg. Hogy hívták azt az előző csávót, akinek nem jött be Jami? Akit ide belöptünk oda? Nem tudom. Az akinek meg lett mondva, hogy büntetett előélete, meg mit tudom én milyen volt, azt esélytelen. Tudod, aki a bajt hozta? Nem hallunk, Jami. Hallgassabban! Tedd fel a kezedet, Dáko! Na, mit ő tettél? Na szóval, srácok! Ez célzott támadás volt, mivel fel akartam rúgni minden dolgot a Prometheus-szal, meg az Ares-szal egy az egybe. Nagyon ki van a faszom velük! Mindentől! Most már nincs mese? De tényleg nincsen? A bandáké lesz! Minden a városban, érted? Minden! Ez az! Idettől! Jaj! Úgyhogy idettől ilyen Prometheus, meg ilyen hulladék izék nekem. Ilyen fia, meg olyan hónap fia, meg ma fia. Nekem nem magyarázni. Bravo! Bravo! Azt ugye vágod, hogy szarrá fognak minket lőni? Nem. Úgyhogy... Mai naptól... Mivel felrúgtuk ezt az egészet, kihirdetem,
És most szólok, elsőnek is utoljára. Fegyver lehet állatok. 0-25D. De éles lőfegyver? Éles lőfegyver. Szétpacok mindenkit a gecibe! De csak akkor... eléggé szomorú. De csak akkor... hogyha ti is hozzáteszitek a... mitet. Tehát, hogy hoztok cuccot, és mentek gyártani. Én adom hozzá magamat. Ott fogok állni, és nagyon kedvesen tudok drukkolni. És csak is, és most mondom, csak is... ezek a köcsögök ellen lehet használni. Ha más ellen használjátok, akkor azt a pénzműtőt, ami itt van a hátamon, földugom a senketekbe, keresztbe fordítom és kihúzom. Jó, Jami ökvözön zsírral megkembe. Érthető? Tehát csak is ezek a puzik ellen lehet használni. Várjál, 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 nem értem. Tehát akkor pontosítsuk, azok a puzik kik? Kiről beszéltem ezt? Vagyunk fogócs kérdés. Ezek, szerinted hol voltunk most? Hát az árészban, de azok hogy néznek ki? Nem voltam ott. Tudod nagyon jó, hogy hogy néznek ki, ezek mindig egy-egy Jackie-be meg üzébe járkálnak, baszd. És ja. Várjál! Narancssárga, ha bemegyek is sugodtan fejbe lőjete, vagy te buzi, tur, azt kiszaladok? Nem, mert utána én is fejbe lőlek, úgyhogy egy másik galaxisba vagy. So. Ó, jó, csak oda ne, csak a galaxisra ne. Vagy galaxisba, na. Na szóval. Érthető? Akkor csak ők. Együtt mozgunk, nem külön-külön. Szöcső, ez neked szó főként. Mi a fasz tapsolsz köcsökkére? Van egy kis probléma, Jamal! Most jut eszembe! Emilio nagyon smúzol arra felé egyfolytában ezekkel a formákkal. Most neki meg kéne mondanod, hogy akkor ezt fejezze be, mert azt nézd már ki. Emiliót majd mindjárt megyünk, azt befenyítjük. Ez már szimpatikus, mert figyelj Jamal, amúgy egy baj van egy kicsit a pénzzel, testvérem. Igen, te leszel a következő, tedd le légy szíves a pénzbújtő. Ja, sajnos már az példát kell mutattunk, mostanában elfajzott a dolog, érted? Szóval, tedd le ott a szart. Menjétek tedd le a pénzbújtőt. Fogjátok, hogy menjétek el a pénzbújtőt tőle. Most a sor. Na gyere hátrafele, séta. Ez jó lesz. Gyere, gyere. Vártok. Erre gyere, faszaj! Erre jó, az jöhet szóval. Ja, arra is mehetsz, jó. Bocsát, mi a baj főni? Figyelj! Egyrészt... egy pont vagyunk. Mi, még egyszer? Egy banda vagyunk, egy lélek. Így te meg van. Olyan kibaszott tiszteletlenül beszélsz, basz meg. A nőkkel, meg mindenkivel, hogy ott valami hihetetlen, hogy kurvára kett, ötözzél lefele, vagy úgy árkolapcsol lőlek, hogy beszarsz. Jó, van levecskőzsök, nem kell. De most... jaj, tedd le, gyerünk. Ennek örülni fog, hogy megdugjuk, vagy nem megdugjuk. Azt a kurva táskát is. Jó, várjál, mindent szépen leveszek. Várjál. Hú, bazd meg. Elias... A táskám az a baj, hoppá! Az nem a... Nyaklánc! Szerintem rárohadt a bőrére az a táska. Igen, az... Tarok rá, nem baj, az olaj leviszi, de ugrás befelé. Micsoda? Oda ja, ugrás befele, a mai menü! Dákopöri! Nem tudok beugrani. Dehogy nem, de és csak ide jössz. Fő kell vászni. De ki tudjuk venni. Az ítélet ugrás! Ó, bajsz meg. Na jó, akkor gyere csak lefele. Akkor vás, ide álljál, ide. Ahol itt, ebben a pozícióba. 86 kilók a mérlegen. Itt mindenki, a mérlegre vissza, oda, álljál be. És mivel kibaszott tiszteletlen vagy, mindenki egy darab pofont fogadni neked. Sőt. De legalább egy állkapcsosat, úgyhogy mehettek, nem? Fegyver nélkül. Figyelj! A szabályok rád is vonatkoznak. Csak kézzel. Érted? Basz meg. De szeretlek. Fasó! Gyertek! Gyertek!
Gyere ide! Ez két tablet! Két tablet! Jó, tokat te is oda fogsz állni! Faszom! Kövi! Kövi! Csercsek! Te pusi! Most a so! Tudod, hogy szeretlek, de hát... Ez van! Faszom! Na ide figyelj, kicsi dákó! Ha ilyen kibaszott tiszteletlen vagy, baszd meg a pontával! Akkor itt faszolás lesz, mondtam már! Megértetted? Remélem ezután nem lesz ilyen. A következő egy kicsit feljebb csúszik és központi helyre. Ja! Kaparjátok össze, azt vigyétek a mentő. Sergio, te itt maradsz! Beletesó fel, segíte! Gyere, menjünk! Beviszlek! Ruháidat vedd már fel, nem tudsz valami pólót felvenni? Nem, vegyetek neki új ruhát, ezt a hulladék szart, azt nehogy izép ő vegyenek. Dokot, te maradjál itt! Normális öltözetben legyen, érted? Normális. De mi a normális? Nem ez a rohadt izé, gyors kötözős ruhám. Só van, akkor valaki vicsen előttös tette, mert nincs stílus érzékel. Hát te lesz a kórház, te idióta. Gyere már! Gyere! Nem tudom, hogy vegyél vissza az arcodból, tessó. Sose szoktam. Hát ez az, de most már csak visszaveszel, basz. Nem. Hát akkor vágod, hogy hülye vagy. Tudom, hát ilyen vagyok. Á, Istenem. Jó, hát baszek, amúgy átlőttek egyszerűen a lábcombot, hülye hát vagy. Észrevettem. Baszki. Látom hátulról a vérfoltot, gecó. Ültsük le egy disznóval, tessó. Jó, ne fertőzi össze engem, légy szíves. Ja, tényleg 10 éve itt rohadt, baszd meg. Hát remélem nem lesz bajunk a kórházba, mert biztos arra is járkálnak. De várjál csak, várjál, állj meg. Azért biztos ekedben én majd visszaadom a baseball ütődet, majd a kesztyűbe tartom, ha érted. Értem. Ne rádiózz, minek? Faszom. Gyorsan nyitom a kocsit. Mögötted állok, szóval az enyémmel megyünk. De bazzek csak rám álltál. Menjünk a tiaddel, ne. Adjad, én vezetek. Becsi. Túl sok a... De dobd már ki ezt a rádiót, nem tudom visszatenni. Hogy nehogy izé, bazd meg, de valami nélkül legyél, az nem lehet, érted? Csúcskategóriás eszközhasználó vagyok. Ne rádiózz már. Ja, véletlen volt. Én is kaptam már ívet nagyon. Hát mondjuk 2-3 alkalommal. De azért van még egy pár labdám, akkor ne stresszeljél. Hát ez is tesszelek, mert most nem tudnék kiré, hogy megy a dolog, érted? Hello, bello. Hogy tetszik a bömbi? Hát nem rossz. Ez melyik? De gyere! Picsába! Zárd be a kocsidat! De bazeg amúgy magában a ruháidat visszavetted volna, baszol! Tisztelt! Kösz már! Te mondom, hogy a ruhát vissza kell... Ó, Zeki! Jó napot! Tudod segíteni? Igen, segítsélek, emléci Zeki! Meg gyere, utána gyere. Beszéljünk, már tudod, említettük egy papírozást is. Azt meg tudod nekem írni? Hogy ott például a fent említett személy... Megvárlak kint. Nem például... Kórházban van már. Gyere be fele, Dugikám! Megkicsak kérlek. Mi van, tesó? Majd a Zeki írni fog neked egy papírt. Igen? Amivel azt írja alá, hogy te szellemileg fogyatékos vagy.
és ezt vizsgálatok alatt támasszák alá. Aha, meg néha úgy érzem magam. Ja, mi? És ez mennyi pénzbe kerül, Zekim? Te mennyibe. Akkor... Az igen, köszönjük. Ezt megírnád még három emberre is? Fogyatékos mi vagy? Lenne? Mi lenne, ha megírnám egy embernek, ti meg... Továbbadjuk hát... egymásnak? Vagy... Meghamisítjátok. Jó, de... jó, ezzel, hát, akarjuk. Ezzel meg... Azok a az a baj, hogy a rendőrök lehet nem fogadják el. Street Vid alatti garázsban. Akkor se fogják elfogadni, ha van, szóval... Akkor lerakom nem baj, akkor ezek az... Ez nem mentesít a büntető felelősséget alól. Jó, rendben. Csak egy igazolás, hogy hülye vagy. Tökéletes, csak egy ilyet létszik. De ugyanúgy, ha embert ölsz, meg társai, akkor meg mit tudom én, mit csinálsz, akkor... Érted, ugyanúgy megkapod a bűnt is. Jó, tudom, csak elekevedzi a papír. Hogy hülye vagy? De aha. Hát ahhoz meg minek az orvos, azt bárki kiállítja. Mert orvosi vizsgálatokkal kell alátámasztani, hogy ő szellemileg lefogyatékos vagy csak. Jó, és szerinted milyen orvos vizsgálatokat kéne nekem végrehajtani, hogy megállapítsam, hogy hülye vagy. IQ-test felmérni. Igen. Pszichológia. De szerintem mind a kettőt... Tehát nekem rengeteg időt és energiát belét kifetszölni, és beszélgetnünk is. Így van. De ezért mondtam, hogy Dagit, ezért mondtam, hogy Dagit vidd el, vele kell beszélgetni, és akkor utána megkapod a papírt, és utána nekünk az tökéletes. Aha, tehát én kiállítom a papírt magamnak. Nem, nekem állítod ki. Ezt mondtad, hogy menjek el, beszéljek Daggal, és állítsam ki magamnak. Nem, állíts ki neki, jó van már faszom, nem tudok beszélni, hogy sebeim vannak. Jó, ott meg is vagyok. Nekem kell a kordi. Akkor egy ilyen papírt írsz nekem? Persze. Menjünk az intenzívre, egy személyi jogsit mutass föl nekem aztán. A kocsiban van. De az a baj, hogy Dr. Dako. Ez Dagi. Jó, akkor menjünk az intenzívre. Elküldtem Liniért is. Önkormányzat is papírt mutatok neked. Dák, látod, hogy visszakapti oda a hetteset? Ne, na, bár, hát... Bent van a kocsimba, doktor Dákó, de igazából ezt a Dák mögötted lévőre kéne írni ezt a papírt elsősorban. Valaki, akkor egy fényképes igazolványt valaki. Jó, adom, tessék. Tessék. Dákóval még itt vagyunk. Azt, Zeki, azt úgy írod meg, hogy... Csak őt tudja használni? Valószínűleg igen. Névvel együtt írod? Nem lehetne úgy megfogalmazni, hogy fent említett... hogy a labbirtokában tartózkodó személynek igazolom, hogy... Nem, mert akkor bárkinek lehet ilyen papír, azt... So. Ja. Jó, mutass még egyszer, légy. Jó. Majd... Valószínűleg lefoglalták a kocsit ott, Babadicsit. Az hogy? Mindegy, hát oké, kösz. Ott lefoglaltak a keresztbek. De arra megyünk, jó, Dákó? So. De itt vagyok mellette, te állat. Jó. És te most látja, még nekem írja ezt a papírt, na nézzen oda. Hogy ide igazándiból jöhetnek kinnék, tehát hogy amúgy nektek kell lejönni a stukkerekért a parkolóba, Jami, mert a Verda, amiben van, hát nincs benne craft. Szöcsö, vajon mit kapott? Vigyel csak tankul! Oké. Izé, mi a neved? Szöcsö, itt vagy? Szöcsö, most kicsit el van gondolkodva. Akkor te is jó vagy nekem, menj már be a Street Vidbe és hozzá nekem három pisztolyt össze. Mi az, hogy te is jó vagy nekem, bazzek? Menjél be te! A telefonszámot kérek. Akkor bazd meg, gyere, baseball-ütővel bulizni. Igen. 6-4-4 kötőjel. 3-2-1 kötőjel. 4-8-4-6 vetted? Vagy újra? Láttok meg ezeket a videókat, annyira szeretem. Parancsolj. Aha.
Köszönöm, és ezt így eltehettem? Nem tudom, hát adjak más sorátot, ez így okés? Ez komoly, ott dugos kocsiba van a írod, Zach Butler doktor, az igazolom, hogy a fent említett szemétnek orvosilag igazol, hábi betegsége van, XY351 hülye. De mi? Ja, mindegy, betegség stressz helyzetben, hát hatványozottan fejti ki hatásai. Hát gondolom, jó, probléma. Ezen betegsége tüntető felülésével alól nem mentesíti. A probléma, hogy bementünk az önkormányzatra, hogy megtaláljuk a papírt. Törvényei szabályai tovább érvényesek, kérem, vegyék figyelembe egészségügyi állapotát, nem annyiben a kék szuvarúval, kívánja. Meg a fekete Audival, akik ott voltak használ? A promisok, és hát, szaladtét találták a Verdámat. Ja. Hát az XY tudod, bébe begyújtottuk az egész állét. Váltsatok szintök mindent, minden fehérre vagy bálomé. Ja, mehetsünk akkor. Na várjál, már hagyatjam az a papit. Sa. Legyél már ilyen. Összezetés szeretlen. Úgy hogy mit csináljál. Váltsál szint mindent, és utána jó. Úgy intézzétek a dolgot, te pirosban. Cigim, meg kitalálom, mondja az anyának, hogy a jövő héten óriási buli lesz. Mindenki vett kiver fegyvert. Itt vagy, Dákó? Igen, vettük. Itt vagyok. Vettél ki fegyvert? Még honnan? Még sehol, hogy kórházban vagyok. Most meg kártöltözni. Van neki egy pisztolyt akkor, Tió. Történt is. Kinek kell? Utoljára fogom. Dákónak is, meg Dágnak is hozzá kérdezni. Ja, a Dugnak is kérde. Jó. Tudom, hogy a is. A Street Winnél is itt voltak. Itt voltak két evóval. Hát tudom, nem szabadott lennünk. Most nem is megyünk oda. De megpörkölnek minket a kecsebe. Mondta, váltsát így mindent, és a tokacsipbe intézzetek mindent. Hova megyünk? Az független az egésztől. Átörtözni. És a... Beszéljél velük, hogy... Mi összevesztél velük? Mert én összevesztél velük, és kurvára nem érdekel. Ah, faszom. Megyünk vissza a kórház, mert nem kötötte be magát. Ah, Istenem. Vigyázzunk magunkra, rendben szek! Szákit a csalott. Uram, eddig tartott a vigyázás. Zeki, meg tudnál vizsgálni, mert lehorzsolnám a térdemet. Ellátod, Gabriel, meg kell. Nem kell csak, hogy lehorzsoltam el a térdem, mert nem biztos, hogy jól látom. Felét nem hallottam, de megnézed rutin vizsgálattal? Mondtak sem, a pisztolyon. Nem, hallod, ez megy ez a BMW, toljad neki, ne finomkodjál. Fék. Elkaptuk a csövest a bolt előtt. Itt állj meg. Ott van a mögöttünk. Papi, azaz, kettősbe legyél. Hát, mert itt vagyunk, csak költözik. Hát, a csöves! Na, hol van az izéket? Szóljuk! Ez van valami csöves. Tió! Az a probléma, hogy én nem erre a csövesket szóra gondoltam. Én ilyen mesztelen csövesekre gondoltam. Jó, pucét! Akkor én, jó, mindegy, ja. Nekem ez a csöves kell, akkor megyünk máshol. Ja. Mi ez a masztes? Japán maszk. Istenem. Vitedd le. Nem, ember. Most nem szabad, geci, mert most baszakodunk, szerintem
Nem tudom, mi lesz. Ott ez a lécsed. Meg amúgy ott a fegyverem nála, biztos, hogy nem. Meg kell. Megállsz azzal a telepjáróval, hogy átvetsük a lőfegyvert? Állj meg. Majd kint lehet, majd gyertek, gyertek. De ne, nem de kell értem. Majd. Mostantól ilyen Prometheus meg faszomat láttok, nyugodtan nyissatok tüzet. Szó nélkül? Nem kell tüzet nyitni, nyugi. Vagyis nem kell nyitni a tüzet, hanem hogy ki legyetek felkészültek. Majd egy tankoldánál álljunk majd meg. Ja, tankolok szerintem én is. Merre vagy azt te vezetni majd? Vezess, én szolidba elvacsok itt hátul. Hallottam, Tokat, előbb a fiúkat megbüntettük, hogy nem figyelnek meg, hogy nem jönnek, de most hol a faszomba megy? Én a kettőmnál. Őt először a következő, akit bűtetni fog. Szöcsö, vajon mit kapott? Hát a támányomtól senki látja, hogy hol vagytok, hogy behelyettek. Hát nem fogom, azt nem fogom. Beszélünk, hogy kettős volt, hogy hova megyünk, mit csinálunk. Szóta a Szöcsö itt el van orgva mellett, de most tudom, mit csináljunk vele. Elvonalózott, te nem hallod azt, hogy mit beszélek? Nagyon karatja, hát, orra, tehát meg kell javítani több majd. Nem kell ilyen, ez kuplungos egy kicsit. Ja. Csak fánkot a füledből, he. Elok a benzinkutnál. A tankolja egyet. A követ küldök, fordít, hogy hova megyünk. Oké, én is tankolok. Ka, öcskös, szedd össze magad, bazd meg! Sziasztok! Csöcsöcsö! Te a szipu! Milyen téma? Mi koordinátát az egyere? Jó, oké, most még itt vagyok. Melyik oldalt van a tanksapka ezzel szaron? Felőled, felőled! Felőle? Hazabiszlek a házadhoz, meg ilyeneket, és most így kell belem viselkedni. Hát én tudom, hogy ki az a Pali. Ez az akkori serifnek a kedvence volt. A rendinek? Így van, a rendinek a kedvence vagy. Hát azért az túlzás. Azt szerintem... Ja, faszom, a falat is szerettél. Te a huvány gyerek vagy. Az az. Emlékszem rád. 65-ös. Ja. 65-ös. Hát nem, mármint liter számratos. Haló? Csöcsös rendit, Mászégy elvittatok. Igen? Ketten vagytok? Aha. Tessék. Köztesom. Imádás. Bizonyság. Csodát. Tessék, vedd ki. Kicsoda? Kicsodát vittek el? Tokát. Ki? Hogy a faszban? Így járt meg, ő is külön rohangál. Rossz volt, a Szöcsöt megbüntettük, mert egyedül rohangált. Szerintem ez tanuló pénz, nem? Hogy az Tió? Így is van, igen, mert igazad van Tió. Isten lettem cseszve egyszer. Mi a anyád van? Majd nekünk jöttök a cseg. Vagy úgy szabad jönni? Itt vagyunk a házánál talán, és pont kijött, és lepakolták. Csó, bazd meg. Mi? A házánál? Nagyon gyorsan mentek, már nem látom melyik bogár vagytok az útban. Gyere. A koordinátára menjünk? Egyenesen. Fölmegyünk a izéhoz, a... Mi a neve adnak? Hátbusz. De akkor miért nem mentünk föl itt a hátul? Itt volt a hátsó bejárat. Azért, mert a busztágom nem egy terepjáró, bazd meg. Ja, értem. Jobbra, jó. Nézzek, nem szólok, bazzek, tovább megy. Van baj. Úgy kurva jó hangja van, hogy így... Így fővul. Micsoda? Ó, bazd meg. Mi van? Mi van, tesó? Semmi, de most hova megyünk? Miért tudom, valaki szólja Tokának? Minek az neked? Töcső! Felviszök, szerintem ezt a kacsikat kifaggatni, vagy nem tudom. Töcső vagy? De ez ki a faszom, hogy a csöves, hogy fontos tényleg. Ember? Hogy gátra menjünk? Tokának hol van a kurva háza?
Ah, én tudom, ahol régen Jamal lakott, bocsi. Itt vagyunk még a régi lakása. Te nem tudsz mozdulni? Ne arra, gyere vissza, ide. Erre voltak, vagy mi van? Most nem értelek. Igen, nem, én meditáltam a kocsiba, és arra tettem vissza, hogy elmegy egy pár kocsi. És a kocsi sehol. Szóval gondolom elvitték. Milyen kocsik? Igen. Evók. Ház. Egy. Az a piros. Általános iskolás korom. Akkor volt. Vágom. Meg egy kék talán. Igen, akik múltkor vittek el engem túsznak. Végre bozd meg, Dákó, valami normális szett van rajta. Hát rosszul is érzem magamat benne. Hú, de jól érzel, ki geci. Basszom, ne idegesítsél. Mondjuk az a matyó hímzéses papucs, az nagyon tetszik. Az jó van, legalább valami egyediség majd legyen meg benne. Rohadjál meg! Hát a csipém ezek! És jöttök fel a gátra, és kacok, vagy ti mellett? Soha, és gyere végig a gáton. Ne a gátra menj, hanem tovább egyenesen. Hát van kigyelágozás. Felehetsz, vagy gyere tovább egyenesen, és remélem nem te vagy a kamionnal. Na melyik? Felehetsz, vagy best? Akkor kurva gyorsan hagyd ott a faszomba, és pussálj ide gyalog. Hova idét lehetsz? Jóra meg balra menni, ember? Felehetsz? Egyenesen! Már gyere már ideje, bazd meg, az kész! Na figyelj akkor! Meg. Jobbra vagy balra egyenesen? Melyik őtök? Mit ütöttél a srácok? Hát ez eddig rossz válasz. Hangosabban dumálom. Felteszem még egyszer a kérdést. Melyik őtök ütötte el a srácok? Jobban vagy. Apám bájom kövér, nem tudom. Az jó. Jó, akkor jobban vagyok, jobban vagyok. Akkor jó. Második kérdés. Ott laktok a striptease club mellett a cső, a izé híd alatt? Nem. Akkor hol? A barmázba, kint ott a barmázba lakunk. Jó részben. De figyelj, van egy esélyed, hogy megúzd azt, hogy ne fejbe lőjjelek. Alapisztőd. Van akkora faszod, hogy belugorj innen a víz. Mesztelenül. Na, mesztelenül ugorjál, legalább fűnesz egyet, úgyis rég volt, ahogy ne érzem. De allergiás vagyok, a kiütéseim lesznek a víz. Nem baj, nem érdekel, figyelj, nem akarjuk, hogy a kamerát tönkre menjen. Nekem mindegy, hogy most izéval, golyóval a fejedbe fogsz belevedni, vagy így. Pacsker maradt, Matyi. Akkor így megfürdök. Jó, kicsit háttér már, akkor rohadt büdös lesz, mezzek. Ja. Dobd a ruhát, azt hagyd így. Vetkőzzél már, te fa... Ütözzél már gyorsabban, bazd meg, kurvára nem érjük. De ne öltözzön, vetkőzzön. Vetkőzzél már lefele, vagy mi van veled? Jó van. Fú, bazd meg, de rohadás. Leprás, bazd meg. Hallod, most nézem csávó. A biológia könyvemből a Neandervölgyi után ő volt a következő. Az a izé, nem az a... Mi az a biológia? Tudod az, amikor piszel basszol a linivel. Mi az a biológia? Már megint túl sokat nézed a story channelt. Elnézést. Natgeon, menj, baszd meg. Na. A papucs maradszad? Az maradhat, ugorjál. Legalább van mivel úszni. És fogjad meg a társaidnak, ha még egyszer kezet emelnek ránk, az egész köcsök brigádodat kifüstöljük a faszba, vágod? Csak hogy megértsd. Beleugrasz a vízbe. Igen. És utánad lövünk a vízbe, amikor már belecsopa, hogyha elválok, beszoptad a fasz. Ja. Értem. Csak én a helyedbe azt csinálnám, hogy le... Jó mélyre menni. Értem. De akkor ez neki futásból hadd csináljam be. Jó, csinálj, na futassál. Jó. Köszönöm. Jó. De akkor figyeljetek. Akkor menj onnan. Mint állat. Itt jó lesz. Nem kell hát. Elég volt, te gyerünk, ugorj! Jó. Jó, messzire lőjetek. Úristenem, Hellboy! Hellboy! Egyem ki a... Bezzeg az itt. Leesett az is! Jó, bezzeg! Lehet lőni? Nem kell lőnöd. Csak a vízbe meg fog fulladni, azt hiszem, hogy nem tudod. Sikerült. Meg vagy Tió? Ti ott fekszik le, ki megy le érte? Hát így lemegyek érte, csak nem látom. Köszönöm szépen, tessék, én bazd meg! A negyedik havi feliratkozásodat.
Imádás ölelés, köszönet! Mindenki megtapasztaltatta az OP-t. Hát csa. Jaj! Vigyázz, Máko, le necs! Nem akarok. Na jó, van. Épp lassan. Hát csak, hogy itt nem fog tudni visszajönni, az a gond. Hogy tud elmenekülni a izé promisoktól? Akkor az hogy legyen? Túlparton van egy kikötő. Nem mondod. Olyan balfaszok voltak, hogy nem kötötték be az övemet. Utána kicsit előrébb mentek, egy kanyart. Gyorsan behúztam a bokorba, lefeküdtem, ott feküdtem, vagy fél órát. Szép volt! Még láttalak is, hogy kiket utána szaladtak, csak nem vettetek észre. Tors visszaszartam a bokorba. Na jó van, a csúcs kategóriás volt. Vagyok, meg vagyok. Minden fasza, minden fasza. Megpróbáljak lemenni, értetek a nagy döggel? Aha. Ski. Balusz! Jabár! Jabár, hol vagy? Jabár eltűnt! Kanytok dug? Felveszem mindjárt! Ami! Az is leesett! Igen, ott van lent. Baszd meg! Tudod, hogy Jabár is meghalt? Gyere a izé, ti jó érte, só! A mentés az hogy fogott leszállni? Sehogy? Ja, látom. A bolond az a mentős. Ja, hát én max ezzel a kocsival idáig tudok bejönni. Tovább nem. Hallod? Mondj csak! Beszoptuk. Ez nagyon nehéz! Segítség! Hát... Jabár meghalt! Hát ilyen az, amikor visszajár. Mit mondtál, Dánko? Azt akartam mondani, hogy ilyen ez a napvirág. Ja, a napvirág? Igen. Hogy rohantjál meg a napvirágot. Ne adjatok több csirkét neki. Dánko nagyon szomorú, hogy Jamal is lefeküdt. Nagyon sajnálom, hát tudod, sajnos ilyen szokott lenni ez a gyönyörű napsütéses reggelek, hogy néha borúsan indul, és elveszel. Akkor az nem a te szerelmed. Zeki az. Na most, Zeki. Ha nem tetszik tesz a műsor, akkor gyakorlatilag el lehet sétálni. Szerinted ne nagyon megyetek le, akik itt vannak fent. Kulázol, tesó? Jó van. A mentős hol ment le? Már emberi lényeknek mondani, hogy tárgyalni szeretnénk. Apu, baj lesz. Na szarom. Én nem tárgyalok tokáját. Ilyen balfasz volt, hogy elrabolják, hát velünk van, akkor ez nem történik meg. Beviszik őket, te sok. Hú, bezzeg. Írtam neki, E.T. hazatér. Korázba? Dö-dö-dö. Már is megfulladt! Na, ezek a Jabár tervek. Ez ki a faszom? Én nem tudom. Na, szöcső. Most sikerült ide érni, bazd meg! Mit csinál? Most sikerült ide érned. Ja. Na, szép. Bacz! Megütötte! Te üs!
Meghalsz, te kurva. Nem, Dáko! Igazad van. Én meditálok. Igazad van, ezt fog kellene neki. Valaki hív telefonon. Na, vajon ki lehet-e? Halló? Végre meghoztátok azt a kurva tévét? Remélem, a Euronista hívtál. Hát nekem aztán nem hiányzik senki, ti fuszkám. Miért mi a pálya? Elraboltátok az öcsémet? Fodd meg neki, hogy bassza ki a száját! Fasszapor típusnak öjpeg! Fodd meg neki! Ja, fodd meg neki, hogy egy fasszapó elvágom a torkát! Szét fogom baszni a száját a sucsatéktal! Na akkor... még egyszer! Hagytok már egy kicsit, meg gondolkodik a Zeki fiú. Várjál, ne gyere föl! Ne gyere föl, itt vagyok! Menj már onnan! Szóval felhívtak, hogy 60 ezer dollárt kértek Tokáért. Felelősség teljesen döntöttem. Azt mondtad, hogy nem kér? Igen. Mit? Ott lent. Van nátok egy okos sorra? Azt mondtam, hogy ki is kívhatja. 60 ezer biztos nem fizetek. Lassan, nagyon lassan. Lerottak. Főleg, hogy nincs is annyi pénzünk egyébként. Köszi, visszaadom. Hát... 20 ezerünk, azt kalapkabát. Az mit? Ja, annyi van, hát tudod, az a baj, hogy fizetés se kapunk mi a izétől. Nem, neked nincs is miattad. Ja, csak itt az a kérdés, hogy... Na mindegy, azt majd intézzük. Srácok, kicsikét morcosak, hogy a pénz inkább csak kifolyik, mint be. Pedig nekünk kurvák sincs, akinél pénzt tároljunk. Ja, és egyetlen nőstény van, vagyis legalábbis szerintem férfi nőstény, az meg Nini. Ha láthatod a Vertámat, kifizetted? Rami, itt lehet, hogy valaki... Uha! Ez kell! Jami? No. Lehet, hogy valaki a... nem megfelelően ossza a pénzeket? Hogy utána nézzük annak. Hát a mentősök azok úgy alszanak vagy? Ja, nem, itt jönnek. Valami Miguel fellép, az meg azt a 60 ezeret kért Tokája. De hogy emet hagyni? Hát ez be van állva. Én vezethetek? Hagyjunk! Mondjam. Most kajak helikopterrel mentek? Propellertől vigyázni! Na hol vagyunk, Jamikám? De mondd, hogy mondod, de... Most hívjam fel? Neked is kökké ne jönnöd a kórházba. Milyen vagy ember? ETF. Vigyek. Nem majd már neki ember. Azt mondta a doki. Majdnem neki mentünk. Nem mentem neki. De keresztben. Nem vagyok itt. Jó, én Stukkert már fogom, tessó. Aj, meg nem vezethettem. Jaj. Szerinted megdöglünk, vagy megdöglünk? Kórház. Tettek srácok, helikopakterozok! Csúsz már ne oldalt. Csinál! Helikopakterozok! Hol megyünk, Dáko? Puszik a rádió? Csá! Nem mondom, hogy nagy vonalak vagy mi van? Igen. Hordhatsz magadnál fegyvert, de szigorúan csak a Prometheusosok ellen azt állhatod, hogyha bajt érzékelsz. És mi az árérugásokkal? Ugyanaz megy. Ja, Prometheus is a fehér ruhás. Jamala, mi van? Nem fehér ruhások, nem tudsz figyelni arra, amit mondok. Ne, szembe sávba, menj, kérlek. Nem arra menj, hova mézgetsz? Azt mondták, hogy kórház. Prometheus, csak erre használod biztos, senki másra. Most nem kórházba megyünk? Amúgy. Igen, értem. Ez ki az itt? De én nem tudom mi az. Nem az lény. Jó, mindegy majd. És kik rabolták el a topját? Figyelnek minket Audiból. Jó, hát legyen nálatok fegyver, ha úgy van. Jó, én beszélem előtt a sorra. Aki a boltjátok át? Ő, nincs benne töltés. Micsoda? A fegyverbe történni. Dikta kire? Ez fasza. Hol volt itt a Audi? Nem baj, majd intézek bele, hagyjad.
Hát jó, csak érted, lehet a moska, akkor meg beszopod. Menjétek. Ne, mellette menj. Kicsit tarts távolságot. Te az meg hút. Ezt a köcsögöt ismerem. Ez nem Reggie? Ez tesó. Akkor nem megyünk haza. Ez nem Reggie. Ez ő nem Reggie. Ez komoly. Ezt mondom, hogy nem Reggie vagy. Ez komoly. Nem én voltam. Jézusom. Szia Reggie! Jóba vagyunk. Mi a faszt mondod? Mi az, hogy Reggie? Ja, te vagy az Emilio! Szia! Szeretlek! Meg a zúgzádat! Szeretlek! Szia! Emilio. Menj már a izék hát, után inkább, ember! Ki ott után menjek? Ki? Ki után? Egyenesen ment az emberünk, ember! Ott arra egyenesen, ott megy balra, a kockapark mellett ment el. Itt bal? Itt bal! Ott van, nem? Az nem az. Ez egy minikum. Fekete, fekete tesó! Ezett, merre vagy tudod? Álljátok meg ti út, és utána gyertek le a balfaszkákhoz. Ott vár, Vájz. Balfaszkákhoz. És hol van a bal... Mihol van az a balfaszka? A parton. Ákra gondol. Ja, Lilákhoz. Jó, oké. Ja, basz. Ja, most tárgyalunk itt Jamival. Ha végeztetek mindenhez, vagy gyertek ide. Jó, én cigizek egyet a kocsiba, tess. Tiszta stressz. Szerintem nyugodtan állj be oda hát, és nem lesz bajunk, érted? Mennyi idő ez még, mert nekem lenne körülbelül egy 25 perces meditáció. Érted? Az komoly, hát ez nem annyi idő. Hát akkor szólj a többieknek, kérdeznek, hogy érted, mi van. Mert amúgy neked, ha menni kell, akkor érted, menni kell. Hogy az, hogy a benzin, persze. Elbújok a bokorba. Állj meg, Darko. Majd 25 perc múlva jelentkezem. Srácok, én pihenek egy 25 perc körülbelül. Végeztem a kórház. Hova menjek? Halló? Srácok? Mondjad! Menjek, itt vagyok kórháznál, végeztem? Gyere ki, itt vagyok a BMW-vel. Ja, te vagy a BMW-s, akit rúgtosnak. Nem, az nem én vagyok. Ez a baj, már nem sok lehetőség. Itt van a kocsidom úgy. Akkor irány a balfaskák! A világhoz? Igen! Hello, hello, szia, Elek! Oh, faszom! Oh, geci! Ez nagyon fájt! Jó! Oh, geci, kicsit oda vagyok! Minden fasza! Veled elekem mi a helyzet? Csá, bácsa! Szóval. Fölt vannak? Aha. Mindig itt voltunk,
hozzánk. Na, hát most itt az ideje, kicsit oda csapni nekik, nem mondta, hogy te neked nincs tele a tököd velük. Jó, jó napot kívánok. Úgyhogy... Dáko, Dáko, nézd rá! Igen? Ki a geci hívott ide föl, baladja oda lett? Én jöttelek védeni titeket, bassza meg! Én megvédem! Só van! Baszd meg, ez egy varázsló. Húzzá már kell Gyuszit! Művészkedj! Gyuszit, húzzá már kell kalapból! Bonny Tecto! Szaná szícá 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 szú! Mondd nekem, hogy egy gyereket belőlük! Na mit nyomtál nekem? Hagyjál a hülyeséget, de múltkor itt izéltél! Múltkor itt nyomtad nekem a sótert, hogy mennyire eleget van! Sátassa! Most mindenképpen át fogják gondolni, mert benyújtom minden egyet, hogy azt a szaros épületet! Megjött a dömper! Biztos! Menjünk be, vagy mi? Ah. Csertek itt sorakozzunk lent arról. Hát úgy kell, szépen okosba. Császtó. Csá! Cső tesó! Csá tesó! Mit pofázó? Sziasztok. Hadd alba! Bölmegyünk? Csó, hogy így nálam, csó. Menjünk. Menjél, menjél, Pecsés. Menjél, menjél, Pecsés. Kicsit próbálkozz. Oké. Akkor Konfúciós idézem. Kicsit próbálkozz. Ki a bánat, hogy faszom hívott most ide vendéget? Ó, bocsánat. Várakozott. Jól vagyok. Jó vagyok. Hol van az új gyerek? Sodorjon már nekem egy cigit. Basz meg, látod? Egy balfaszokkal kell izédom, basz meg. Mi? Triárk bárkit szétbaszok! Nézd meg, nem menni se tud. Ezt így nem tudom, hogy merre menj. Főbojtott a kukát. Hallott, hol az új gyerek? Szedje össze a kukát, basz meg. Kocsiba pihen. Papucs, merre vagy? Kéne egy cigi? Nincs itt, pihen a papucs. Akkor ezt okosod, izéljük, jó? Azt mondta, hogy egy kis eltávra van szüksége. Baszom, akkor sajátomat kell leszívnom. Ne vigyálj! Amerikai, mexikóiak, vagy micsodák, he? Mexikóiak, te. Sajátot kaphatok? Hogy de? Hú, én leszek a legdosabb el. Hú, akkor megyünk. Az egérnek meg hozunk, hogy hat guriga sajt. Ez a picsája. Mi volt a? Lassan kell valami kajapia. Mit csinálsz ott hátul? Már izére is, pedig akkor is utazott. Nem. Az a Skylanget szó. Nem akarok beleszólni, de most elkaptunk egy csöves pikulást. Hallod? Dák, kell kaja, akkor menjetek ki kapunk kívülre, azt rendeljetek oda. Azt, hogyha megjön a kajás, akkor menjetek ki érte. Érted? Hát... Szerintem annyit leszünk itt. Szondod? Szerintem biztos. Jó van. Hát... Várjál. Kivegyek érte? Csak kapunk kívül, rendeljétek meg ért. Ez ő, jár van aki. Hát majd veszek inkább valahol, mert nem sok a lovatta. Figyelj, jó, most meg kell most már. Aztán utána majd pontom az infókat, hogy mi van ezekkel a faszokkal. Dokával mi lesz amúgy? Vagy most az beszélünk? Amúgy Szöcs, az biztos, hallott, hogy so. Kurva sok Szöcs, kell, te mit, csinál, ízik, mit csinál, mit csinál, mit csináltok vele? Kivel? Semmi, tesó, én... Csúzni meg ezt, hogy a gyerünk a hetestől, aztán... a csapat. Kérdezzetek, bazd meg, állj. Csapat. Hogy a kurva anyámba nézelte ki? Fejte továllás, meg haj. Jó, tehát most is olyan jó rupad, de... Nézd már ki valahogy! Vagy ilyen... Oké? Húzz fel egy sapkát, légy szíves! Kendo olyan, mint egy valami ízé lennél, érted? Cserkés! Ja, jó mondja! Csütit azt ögasztassa! Szerintem tök jó, egyedi csicskás, hagyjad! Ha megint bőgtassó, nem igaz? Már tiszta rinyás az a gyerek! Kurva, gyere vissza! Sokat rinyál!
Nem, alapvetően... Remélem nekem megy pénzt keresni. Nem akartak semmit csinálni nekünk, illetve közben még flagmásztak is már, úgyhogy már elegem volt belőle. Azt mondta nekem, hogy rohadt lövedék állóra $5000. Szöcső, remélem nem egyetű mentél, mert az a másik lábad fog fájni érte. Igen, nekem volt egy drótom hozzájuk. Tudod mennyire... Hát, hogy mennyire szerzőt csak csinálják a izőt? Na, mennyi? Most meg már fiatesszük mit? Mindig ugyanott vagyunk, szóval... Jaja. Mennyi volt? Azt mondta, hogy... 500-600? Micsoda? Egy így gyártják? Hát, hogyha mindent megvesznek itt a izére. Ekkora hasztot tesznek rá. Csá, mi a pály? Jaj, mi a stáj? Hú, bassz meg. Hát bassz meg, mit szólok, azért robbantott a fél autót? Aha. Én megérettem be erőbe, hogy az nagyon kemény, érted? Rossz emberek ezek. Aha. Na jó van, akkor intézzük, írja már azért egy árlistát pontosan, hogy... Hogy jó, mennyi, annyi? Ja. Mi, megkaptam a szektől egy valami fogyatás. Mondjad! Birtó igazolás. Kedre meg, figyelj már! Kéne vagy öt polótól. Ami orvosi igazás, fogyatékos. A balhézó szájba lőlek itt mindenki. Azt írja, most nem kell. Aha, orvos igazolja, hogy a betegség stressz helyzetben hatványozott tanfej ki hatását, és hogy ne basztassanak azért, hogyha valami jött teszik. Lepakolok, az a hülye gyerek, lehet fog pakolni. Dáko, gyere pakolni! Mit kell pakolni? Mondtam ott a kocsiba. Mit csinálsz? Fáld meg, rám szapostál dő! Mit kell pakolni? Efele, ott megy nincs. 10 molotov koktélt! Csát, és hogy tőle pakoló? Jó hangzik. Szabadod. Mit adálod, mit elkihál? Nem pasz meg, nézegetni fogjuk. Megisszuk, na nehogy megisszuk. Jó, mondom, ott fogjuk. Koktél, ez egy olyan, mint a pinyakoláta, baszd meg. Hát nem olyan, mint a pina, de amúgy ja, csípős, szúros. Ja. Kirobbanó formában leszett tőle, geci. Ja. Nagyon égő szituációkat hoz. Megyed. Gyere már egy picit. Eddig kérdeztem. Olyan égő szituációba hozni. Hát bizzúval, mit csinált a plac? Te, halló, Csami. Itt a Molotov, tesó. No? Hát, a fejetek kurvadásba vetkeztem és értem értem. De adjam a Molotovot! Mindent átvesznek tőlük? Igen. Zsír, ugye már tudom? Mindent átveszünk. Gyere ebbe a kocsiból. Mert nekem lenne egy csomó mindenem. Már csak. Az is, aki megkérdezte, meg az is, aki válaszolt. Majd velük is beteljétek, vagy... Á, Márkusztok átküldi, ti vagy az izét? Árlistát is, hogy jól lehet volna. Na, megoldottam. Megvan, Bin? Te nem száztok, te lepocsasz. Nem viszünk kórhába, most mondom. Pedig jöttelek volna elkapni, bassza meg. Jó, vagy? Szerintem a havaratok, te kitört a gyakran. Még egyet kapjál. Jó, oké. Okay. Megbízottam bennek, nem kapsz el, jössz ezek, Zocsú? Mennyi? Te... Na. Várjál. Várjál, hol? Jó, itt vagy már? Nem viszünk kórházba. Várj! Nem? Az se? Nekem ennyi, elég ennyi, érted. Akkor törlöm a G-t. Oké, nézzük. Vagy te D, van karma, akkor C-t törlöm. Töröltem. Kostár. Ajjaj! Valakit kitöröltem C-hén. Számítottunk rá, hogy csak izé volt, valami volt? Hát amennyire lehet, tudunk. Akkor hát, igen. Igen, igen. Okosan, tehát hogyha valami nagy izé van, akkor okosan, érted? Okosan. Hogy ne? Kicsit megfiggassuk, én elakrom üdvözlő őket a picsába ide. Iha, ennyire kihúzták a gyufát? Nagyon. Nagyon. Ugye, én fölrúgtam mindent, úgyhogy... Az igen, mindent egy lapra? Mindent egy lapra. Ahogy írik, ahogy mondja a törvény. Mi az a törvény? Hát ez a jó pofizás, meg minden, az közben meg lehúzzák az embert. Há. Hol erre? Ezért nem járnak nagyon arra. Inkább megoldjuk máshogy. Egyi? Lesz egy két ötletem. Oké, fasza. Mindenképp fiajunk. Ja. Meg vagyunk, srácok? Aha. Na, akkor tipli ezeket, lerakjuk közdé. Ciao. Kakko. Ciao. Csomi.
Dákomo, lesz egy ajándékom számodra. Mehetsünk, so. Jó. Csumi! Vigyázzatok, vigyázzatok! Csöcsö! Hát, hogyha nem vigyázz, de akkor lehet a lábára, hogy... Vezessék. Jó. Egyetek már, mi van? Nem működik a centrál! Nem bírja kinyitni az ajtót. Nem baj, akkor itt maradtunk. Halott, Csumi? Na. Az van, hogy van egy halom nyertes sorsjegyem, és be szeretném váltatni őket. Induljon már szó. Nem, most megyünk akciózni. Irányatok a gyűjtjük a cuvót. Nagyon húzza a bazd meg balra. Hát ilyen ez. De merre mentek? Tokadzsi. Haza. Ja. Hova lesz? Visszamegyünk stukkerekért, mert itt némelyik hülyének nincs semmije. Nagyon jobbra húz, geci. Zsirdétali. Jó, Zsirdétali. Meg kell szeretetned, az fix. Még bírja. Hát mondjuk nem, hogyha kiviszek pár izét, ilyen vízizét. Kimnél nincs fegyverünk. És kell, csak lerakjuk a molotovot, amit vettük. Oké. Majd nem tudom. De szerintem csak kaptuk, mert nem fizettem érte semmit. Nem jó tartozni nekik, mert a végén valamit akar. Mi? Nagyobb ügyben, nagyobb fába vágtuk a fejszéket, szóval az érdekli őket. Tudod, hogy ennyi még nem elég? Valahol... Akkor remélem készen állsz? Nem tudom, mit kell csinálni, de igen. Zárd be! Zárd be! Fegyver kézbe van már, mert lőnek, lőnek, lőnek valahol. Oh, egy bolt fele. Minket lőnek? Nem tudni, csak bolt fele lőnek. Lehet városlakóból hit. Inkább Csabá, hol vagy? És kizuhadj, gyere ki az útra! Hol vagy? Ott fut, látom, látom! Ne menj oda! Jönnek a zsekák, vagy kik ezek? Csabál, itt van valahol! Motorosok! De már fussál el onnan! Csabál! Kik ezek a motorosok, he? Hát szarok. Várjál még. Itt állnak amúgy. Szoktak jön nézni edzeni egyébként. Van, induljatok meg. Várjál. Nem jönnek. Szerintem edzé jöttek, csak Dáko egyből izé. Faszt! De jönnek. Hol vagytok? Izé, Jami. Vagyunk meg. A csíp mellett. Ott vannak. Oda! Nagyon figyelnek. Innél vagytok? Látlak. Tok, nem, nem, nem. Csímbe mennek befele. Te a gymnél vannak a motorosok, ott vagytok ti is. Igen, ott van a klub jöttek be ide. Menjétek a másik oldalról, mi bemegyünk úgy. Melyik volt az ügyet fejbe vele? Van egy tippem. Én voltam. Baszd meg. Az volt az? Nem tudom, egy piros atlétát láttam az. Ez a két rohangászik, igen. Én voltam ott. Mit rohangász fegyverrel, bossz fég? Ha megijedtem! Nem ő az, hogy az a dug! Én volt, megijedtem! Ha mit? Ja, a lövésre jöttél. Igen, lövés utána jöttek ők, és egyből már elő volt a skuló. Nem tudtam sose, hogy mire számoljak. Figyeljetek srácok, mostanában van egy kis zűrünk, egy bizonyos mindegy. Tehát érted? Pár rész fegyver voltam, úgyhogy óvatosan velük, mert amúgy kurvára lehúzzák az ember. Ja, rohadtul vagyok meg. Megy a jó pufizás, bossz meg az tízszeres áron gyártanak mindent. Ja, úgyhogy. Hallottuk róluk, hogy ez nem tiszta játékosok, de az önkormányzat a dicsérték őket. Ja, szóval a cash kuló keres Tiót.
Akkor én leszállnék a helyetbe, mert szerintem ahogy kinéző megfasz. Hallottad? Azt komolyan mondtam. Keres Kúló, keres Tiót, Enkel. Jó, oké. Az hol keresenek itt? Itt vagyok. Ja, itt edzeget, ide jár edzeni, vágod. Ja. De ha kell, adok telló számot is. Az még jobb lesz. Zsír. Majd a felirom egy papírra. Szólj, ha mondjam. Az egy habit, dug! 410, kötője, 805. Az az, kötője, 8338. Kérek haját vendük. Ja, pénzük nincs. Az a baj. Tehát 410, 805, 8338 és Teó. Tió, ja. Tió, oké. Jó, holnap amit loptunk, kosossal akkor... És amúgy itt a konditerembe lehet valami, akkor bérletet is venni, mert... Aha, jöjjön! Lehet, hogy befizetni. Ma is meghirdettem, így gyúrtam. De a kell belőle pénzt szóljatok. Rendben. Hívjátok, már felindít, hogy jöjjön izéni. Kell konditere. Mindjárt fölhívjuk egy Choice-i az erodó. Szerintetek Tokával mi lehet már a... Szia. Tudsz jönni a konditerembe, mert azt mondja... Épp fölkérdezd meg. Ez ott az új Hariter Phoenix. Elmész, kigyúrod magad, aztán megy, azt veszi vele, amit múgy. Így van. Büszke vagyok rá. Szöszi vele? Csajózat. Figyelj! Na jó, be akarsz vágódni? Tudok adni Danabult. Háromszor beleüszt a ponta. Főpumpá. Ja. Én ismerem az ilyen szereket. Nézd meg! Nem nagyon érem, mert önkormányzat, meg ilyenek helyen vannak. Na mindegy, akkor tudok én is adni bérletet, ha kell. Nekünk is kéne oda menni az önkormányzatba, Jamal. Megy a faszom az önkormányzat. Kacsin. Akkor hova megyünk? Elnézést, majd fel. Megyünk akciót. Nem mászkálj a kocsikon, bassz meg. Kéne kaja. Jamal, kéne kaja, mert nincs. Bocsát. Azt sem tudom, mi van már. Többet a kések, bassz. Overdose. De kicsit. Kéne rendelni kaját, nem vagy elmegyünk. De rendeljetek ide kaját, mi szerintem még itt leszünk egy darabig. A srácok, mondok valamit, hogy a sörpatikához most már ne nagyon járkáljunk egyedül, mert ott szoktak lenni ezek a faszopók. Most háborús helyzet van. De... Fú. Ha mindenki jön, megmondod, azt lő. Mindenki van, buta. Viszont akkor szeretném, ha innentől kötelezővé tennéd a nem tudom... legalább a napi küldetés adagnyi bányászatot, hogy abból legalább lőszer tudjak gyártani. Mm-hmm. Jó van. Hát akkor figyelj. Majd akkor vegyél magad belé két embert, aki segít. Tehát nekem szó, hogy eddig segített, de ketten nem fogjuk bírni a hadi állapotot. Akkor válasz egy embert még magad belé, az úgy jó. Koszossal megbeszéltem, hogy gyártson meg tízeseket, de szerintem nem álltott neki. Koszos majd csak hétfőn lesz. Az a szólnak. Jó, de attól független, járthatna ő meg tízeseket, én megcsinálom az Enterprise-okat. Jó. Mert két különböző kaliber, két különböző stílus. Oké, nyomja. Az szép. Beengedlek. Hova megy? Mindegy. Hova mész, Szücső? Sehova, csak pihen egy pár percet. Ja. Mert ki kéne ordani ezt a füvet, de... Mert most kifizettem. Az van, hogy Lini nagy lelkű volt és kifizetett nekem 32.500-at, vagy 32.000-et műanyagra, szóval ha nagyon akarom, tudok most azonnal csinálni pár Enterprise-t, de a lőszerünk nem lesz már bele. Aha, a lőszerre mennyit kell? El kell menni csak bányászni, azt nem akarom kifizetni, mert nincs pénzünk, értsd meg. Akkor itt az erő. Egy holnap csinálunk egy közös bányászatot. Király! Hallod, mi azt nincs pénzük? Hát akkor vegyük ki a vízből. Hallod, nincs pénz kifizetni engem, 25.000 róg a kassa nekem. Hát hol vagy, Jabi, hol vagy? És csak rossz, bocsánat, de 29.000 lóvé van benne. Bocs, hogy elmondtam. Már csak 26.000, mert 3.000-et kivettem, hogy legyek monottóval. Úgyhogy... De várja már, most nem értem, gyerekeket, akkor mi a faszomnak van a vízt, ha nem veszünk ki belőle, és most is benne pénz? Hát hol van jó, hogy ezt faszomban van a pénz? Hát hol van? Hát itt rátetted a hangsúlyt, hogy mi nem vesszük ki. Az a baj, hogy igen, ezt majd Jamalnak meg kell mindenképp most... Jó, Jami, hol vagy? Van egy fontos szintézis. Kicsit okám, érsz! Dik a szintézisek. De hol voltál, basszek? De most! Ja, idióta barom! Faszom, ki van? Basz meg, ezért büntettük meg a többieket! 98% alatt mi a faszomat nem értesz? 60.000 dollár az összpénzünk kétszeres. Nézd már, ennek is ilyen mintás kocsia van, csicska gyerek másolra. Annyit kértek, kérted faszopó. Mennyit? A pénzünk háromszorosát kérték, érted? Nincs annyi.
Esik eső kalapjára. Pedig ha mondtátok, hát a passzak mondta, hogy megyek a kettőhoz. Nem megy a kettőhoz, gyere velünk, érted? Hát én tudtam volna. Jó, gyertek velünk! Jó, van, kelljön fel, bazeg. Meg eleve, geci, nem véletlenül lettél Jangji, baszki. Tedd már össze magadat, tedd már, nem ennyi már külön, bazd meg. Hát te nem, annyira mentem külön, hogy elmegyek a kettőhoz, hogy megyek fegyvert magamhoz. Tesszük, hogy órája nem vagy velünk vágva. Na mi van? Hát bazzek, hát te vagyok, mert most ébredtem a kórházba. Na mi van? Kicsi, már lenne egy kérdés. Nagy háborús helyzetbe megyünk be, de nincs pénz, semmire. Ilyenkor mi van? Te kérdezt, hogy ilyenkor mi van, Gec? Azt mondta, hogy hol van ilyenkor a pénz. Mit mondtam neked? Mit mondtam neked? Mit kell csinálni? Közösen kell mindent csinálni. Én szóval értem. Szépen kimész a rohadt izé vastelepre, szeded az acél, azt hozod szedem. Haza. Én szedem, és visszem is haza, nincs ezzel probléma, de valahogy a pénz az nincs. Szegény tiót se tudják kifizetni. Ide? Most jelenleg ez a helyzet, azt meg fogjuk oldani később is. Oké? Okay? Te ezért amúgy a szokásos dílt, ezt csinálni kell, mert ott van bent a raktár, vagy csomó. Nem volt papírunk eddig, az a baj, és a zsekák nagyon ránk vannak szállva. És akkor nektek kell papírba, azok gyengék vagytok, vagy mi van? Nem, de folyamatosan ránk vannak szállva. Nyugodtan gyenge vagy? Igen, nem gyenge vagyunk Csamár, gyenge vagyunk Csamár. Három bankot egy este ala. Gyenge vagyunk Csamár, ezt mondjad! Gyenge vagyunk Csamár. Jó, gyerekek, ki a csúcs? Mi vagyunk, mi vagyunk. Figyelj már, Jami! Kiket loptak meg? Miket? Valaki meglopja a kasszát, ezt most mondom neked! Sikkasztás van, az biztos itt, valami sikkasztás van, Jami! Ugodjatok meg! Ez biztos, hogy valaki sikkaszt itt, valami pedig is lövé! Ja, sikítás van! Megyünk, amit Tió intézett ma! Jó. Éjesek vagyunk! Akkor tudod, hogy szó kell? Megyünk utána! Aha! De mit intézett? Hova megyünk ki? Mi a farra? Ez egy rendi sorta! Oké, de együtt! Egyszer kérdezem meg, mindenkinél van csúzlő? Jó. Ja, de kéne kaja meg pia, hello! Mit oka? Kéne valami verda, bazd meg, mert ez így nem lesz jó. De minden kocsim ott van a izé, vídnél. Csak az, hogy én már nem jövök ki, én megyek aludni. Szóval. Akkor biztos most megyünk? Csá. Hát így már létszámhiányba leszünk. Akkor ne vegyünk, akkor lép hagyjuk a picsába. Elvegyünk az árészre megint, az max helyet fogunk egy boltó. Hol vagytok? De a csomagtartóban előtte mentünk. Az kapar. Jó, nem akar mellém beülni valaki, aki egyedül ül? Vagy valaki, mert... Leszülünk mi is tartunk. A papucs kocsi, vagy a papi kocsiába. De egyedül. Toka, te hol ülsz? Érdekes, most megfordul. Tuka? Hol vagytok? Elvettél rádió, éve nem voltál. Jó, és ti hol vagytok? Mindjárt zárészta. Várjatok már meg. Én csak elmegyek előtte. Piros motor. Merre bentetek? Gyulladok gyere motor. Izéhez! Főpublikhoz! Jó, ott beülsz az én autómba! Juhuhuhuhu! Mekkora szót, Gec? Hát ők ez a tokagépnek köszönheti meg a dalapolnak! Javán jobbosan eléggé ki van pattintva! Miért Tomásról? Jami Bansberg piszke van sok rád, nagyon jól csinálod a helyzetet! Javi, gyerünk! Jónak mindenki szépen adja vissza a fegyvert! Akkor menjünk vissza a garázshoz! Én nagyon piszke van sok rád, Jamal! Na,
Na, a csúsz lesz mindig nálam, szóval hogyha valakit kell, akkor nálam megtaláljátok. Mert nem tudom, hogyha beteszem a tárolóba, én úgy érzem, hogy két nap alatt eltűnt a 14 pisztolyunk. Egyébként, ja. Ja, az állandóan a tárolónk olyan, mint egy rossz fereketél lyuk. Állandóan eltűnik minden. Tedd le, te sor. Jó, jó, akkor a vidnek a publikjába kérem, akiknél van, akik kaptak. Ja, Jamal, nézd a verdem, ez elfogadható? Jó lesz, maradj. Király. Szerintem a pisztoly most újfent maradhatna nálunk, érted? Na most mondom újra. Jó, oké, akkor gyártok tartalékot. Iszét csináljuk egy közös házat, amiben sem Emilio, sem Lili nincs benne, mivel ők ugye nekem nem is kéne, hogy benne legyen. Majd én bérlek egyet. Ez csak is arra van, hogy nekünk ilyen szituációban, jó? Jó. Ott okay. Fogjuk gyűjteni okay. A fegyvereket, az oh, ilyen illegális dolgokat, meg ilyenek. Csak a bandából, akiknek adok kulcsot, vagyis nektek, érted? Köszi, 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 Andi. Csoda tesszük be az minden ilyen és szart. És így, hogyha rendőr véletlenül jön, vagy valami, akkor nem tudnak minket lekapcsolni. Ja. Ja. Jó, megbeszéltük. De várj, akkor nem is tudhatnak róla, akkor igaz. Csabal, viszont a akkor... Szóz, tudhatnak róla, de ettől függetlenül nem kapnak kulcsot. Csinálunk oda. Egy újat, meg ott életlenül van egy legyen az, hogyha lekérik az adat. Ajszéről, a felhőből, vagy valahonnan érted, hogy kinek van kulcsa hozzá, ne legyen az, hogy ők ott van. Mindegyik kibérlek egy házat, és kaptok kulcsot jó, hozzá. És akkor oda fogjuk pakolni az alapanyagokat, így és van. Akkor könnyen bűnösen. Felhős adatok vannak? Mi? Igen. Nézd meg jobban. Ha? Keresd a számokat! Várj, ezt a fegyót én odaadom, ezt rakjátok be. Oké. Okay. Na, akkor még egyszer vegyük át szépen. Jebel, ha te lemész a... Ha te lefekszel, előre szólok. Tudod, hogy ott kicsit bedurvulnak az emberek, mert ha te nem vagy itt, ezt akkor durvábbak okay. Lesznek, okay. Érted? Azért mondom, csak együtt mozogjatok, hogyha valamelyik őtök rálő, akkor lőjetek, akkor biztos, hogy azok azok. Tehát ne az legyen, hogy ti fogtok el, csak hogyha de... fixel tudjátok, hogy ők azok, akkor lőjetek, oké? Okay? Jó. Értem. Akkor de akkor se úgy, hogy oda mentek, látja, tudjátok, hogy ő az a fejben lőttek és elmentek. Tehát legyen valami... Más is értjük. Ja, meg itt akartam, hogy ha lehetséges, akkor ilyen, hogyha megyünk kajáért, vagy ilyen baromság, akkor nem nagyon sok ideig legyünk ott, nem? Nem. Egyrészt, hogyha valami nyilvános helyen vagytok, akkor kurva gyorsan intézzétek a dolgot, és tippi van mindig. Na bár, de még egy fontos dolgot elfelejtettél, és ezt nélküled nem fogsz tudni sikerülni. Emilióval neked kell beszélned, hogy most ne smúzoljon az ellenséggel, mert az már nagyon durva, érted? De rám nem hallgat, és ott a fiúk is jött tanúsítani. Jó, állandóan vele takarózik. Nem baj, Emilió most arra jó lesz, hogy ne legyen a izé, gondatok a gymbe. Meg a weed körül. Ah, most tőlem aztán smúzolhatsz velük, meg is fogom mondani neki, hogy mondja azt, hogy összeveszett velük. Tehát nyilvános helyen ti ne beszélgessetek Emilióval. Hát amúgy sem beszélgettük vele. Most az egy másik kérdés, te velé beszélgettük. Nem én csak bocs, ez kijött. Az a lényeg, hogy megszabadjuk az ellenség. Sőt, hogy azt hiszem, hogy belső fiszályok vannak, ami igaz, de hagyj érezze azt, hogy az is, akkor utána mi azt kihasználva szétbomlosszuk az ő viszályukat. Ja. Oldalvíz, nem? Másik fele, pedig akkor a balpaszkákhoz vihetitek le az összes cuccot, mindent átvesztek, annyiért, amennyiért, most ezzel nem kell összeveszni, most egyre így megszorulunk egy kicsit, pénzt magunkhoz rakjuk el, nem a izé bakasszába föl, hanem mindenki magához rakja el szépen, és Tiónak segítsetek be az meg fegyvert csinálni, hozzatok mindenki. Alapanyagot, mindent. Lesz holnap egy közös bágyászat. Jó. Minden, ami kell neki, együtt, közösen meg kell csinálni, és akkor kevesebb lesz, az nem kell annyi pénzt költeni. Hogyha együtt csináljuk, az kurva gyorsan megvan. Persze, persze. Te is jössz, Jami? Nagyon bele fog húzni, kacsit. Tákkora lehet számítani. Persze, Jami, te is itt leszel velünk holnap? Holnap nem. Hol a kutyád? Jó, akkor szerint, akkor jó. Nem tudom, mit akartál mondani, de akkor... Nem, nem mondom inkább tovább. Jó, oké. Okay. De a szemem rajtad, kisköcsög. Ezt gondoltam. De szeretsz engem, igaz? Hogy te szeretlek. Szart a zsebembe. Várjál, azt a jó hegyes csempevágó bimbódat megérinthetem? Na, hagyja a szóba, de szem adtok! Szia! Szia! Szia!
Istenem, ez ő a hülye. Csempe vágó bimbo. Csempe vágó bimbo. Geci. Na akkor most mi a stájztessük? Hát te nekem most elmondom a valóság, hogy... Rosszabbik vég, igen. Hogy most elmondom nektek a valódi, hogy mi fog történni. Szét leszünk baszva. Meg leszünk baszva. Mint a szar, halára leszünk lőve. Jajajaj. Ja. Húrjatok meg előre, hogy ne fájjon. Egy, két, három. Látjátok azt a naboros buzit? Ott megöttem. Na, az volt a védőpajzs. Úgy hitták pajzs. Most, hogy az eltűnik. Pucérok vagyunk, bezzeg, mint Csicsolina. Vágod. Ja. Akkor szerintem... Hattátok azt a gangbanget! Hallod? Ja. Markus, indítsuk meg a melót azáltal, hogy... ház. Kezdjük így. Oké, akkor... Kocsi, Dákonta nem is sehova, mert neked adnom kell valamit, ami járhoz jár. Mit akarsz neki vanni? Hát tudod, volt egy dolog, amit ketten vittünk végkőhez, és ezért... Köszönöm szépen, Velu! Egyen meg a 27 fős rédedet! Tudod, kicsináltuk bukfencet. A világ kifizettek. Tényleg? De jó. Jobban, sziasztok, kérdés. Cső-cső! Márkusz, beszélj már, te nagyon szépen köszönöm. Már lefoglalhatod akar menni. Ja, hát idióta azért. Ne menj már el, te sem. Hova mész, Toka? Toka! Ez nem igaz. Toka, hova mész? Együtt megyünk, te sem. Még egyszer köszönöm szépen a Raider. Te vagy Szokvelu néző. Paktelo! Csikám, gyere már! Mi a helyzet? Jó minden? Meg vagy szok? Mi a baj, Toka? Be vagy rezelve? Nem vagy hozzászokva a szintézishez? Vagy mi van? Kurva vagy? Mondjad! Nem hallom, Toka. Beszél? Nem beszél. Toka! Te zsírdömböt! Most ez a... Megvárunk jót titeket, azt akkor a gettóban érjük egy házat. Megsértődött rám, bazd meg, vagy nem tudom. Amúgy kurva kajás vagyok, geci, legyen valami. Menjünk enni akkor. Kaja kéne, geci. Sörpatika. Sörpatikába megyünk kajálni, tesó. Jó, fegyver a kézbe. Jó, előre ne. Jó, hát viszont erről is akartam beszélni, természetesen nem fogjuk megvárni, hogy ők lőjenek. Hát hol menjek? Jó, hát én csak úgy mondom, a mi összetartásséget a faszom sem fogja megvárni. Edge-ből. Edge-ből lövöm. A patikába kajáért, tesó. Edge-ből, ahogy most meglátom ott Tiót, Titót, vagy Szipót, vagy hogy a faszomba hívják azt a gyökér szájút. Na azt is, persze ki kell nyírni, sajnálom, Dugi. Azt a Lini X-ét, az simán. Őt azt leszúrtam ma. Igen? Igen. Nice. Titó, neked szólt be, hogy túl sokak vagyunk, nem? Hát most ja, majd, lassan, most az igazán lassan, szép lassan, komótosan, aha. Aha. Szerinted? Ott a BMW-je. Akkor hát kajálni akkor is kell, bazd meg. Ja. Hát elkészülünk, érted. Ki kéri ki a kaját? Ne legyetek már puccik majd én. Jó. Védelek hátulról. Csubi! Éjjel zöglük! Császtok! Kéne kaja? Magyar? Köztesó! Mit mondasz? Szia Regi, te magyar? De Regi. Te ő a fehér rabszolga! Nem is jön rász meg engem, itt van apád, bazdmeg. Kejjél föl onnan? A napám az Emilio. Az igen. Apád az Emilio, az Paterod. Én? Hát én nem csináltam semmit. Én vagyok, aki szokta csinálni a sítézicseket. Ja, azt mondtad utána most a Viktor, baszd meg. Hát ilyen ez. Köszönöm. Öcsém amúgy. Nem utálva. Adjám, hallod Viktor, ide is adjam el egy jó kaját, jó, baszd meg. Menj, hogy... Tettek már be a kajáért, adja a Viktor. Kedvesem! Ahol napi csemér. Jó. Nekem is akkor... Köszi. Öt nagy menüt kértek? Vagy mindenkinek adtál ötöt? Hát már azt a kezedből. Te hogy teszem el? Ja? Viktor, nekem is adjál kaját, jó? Falak között. Tudod, köszi. A csúszlival a kezében nem bírom eldönteni, hogy most kirabolja Viktort, vagy vásárol. Ja, nem, vásárol. Kösz, Viktor, szopjam ki a faszod.
Ez ki ez a lubgyi? Húzzuk a picsába. Persze, hova menjek? Hova mentek? Menjünk tovább, nem? Figyelj, Jézus, te még mindig oda tartozol a probihoz, meg az árészhoz. Jó van, hogy a legtöbb rájszta sincsen semmi közöbben. Jó van, alkodjál, azt akarom mondani, hogy van egy... Lemosod a kocsit, tessük! Ah, honnan tettem? Alvázmosás. Mert talán az drágáladnak mindent! Elnyomás van! Csabál meg, bepipult! Rajtjuk mehetnél, jó, igen, ismerjük. Csak menjünk már. Menjünk, de hova? Hát a házat nézzük. Menjél akkor. De erre menjünk. Nem én vagyok a pénzes ember, az menjen elő. Erre menjünk. Mehetünk, jó? Nézzünk egy házinkot. Hát a gettó. A dák kocsiját ott kövessem. Le, aha. Micsoda? De úgy vagyok, te fasz. Azt mondom, hogy dug kocsiját kövessem. Bocs, igen, igen, hallom. Igen. Igen, azt kövessed! Na, jó vagy? Nem akkor aha, legalább jól hozzám már tűnt? Ja, jó, rendben. Tessék? Kedül vagyok, félek. Ja, megvárunk, hol vagy? Itt van mögöttünk. Vagyok, dák mögött. Ja. Jó van, tesó. Gyere, közelebb is nem vagy egyedül. Kilőjem a kerekét? Ne. A fasz. Szerintem akkor ő lő fejbe minket. Ő csinálja a fegyvert, tesó. Ne legyünk ja, velem ja, ja. Hát te. Jó. Jó, akkor nem basogatom. Figyelj, elmegy Zsa... Most hallod Jamitól, mi volt ez a mutatványa? Jamal át akarja menni az uralmat, úgy néz ki, hogy besokalt már a Prometheus-tól, meg az árét. Nem az, a nagy fenyítgetőzései. Ja, hát figyelj, az az igazság, hogy zavarja az, hogy már úgy basztatjátok egymást. Mert hát, hogy legfőképp te belekötsz mindenki be a bandából. Hát ez így van. Várjál, tudod, hogy szeretek. Hát tényleg kellett ilyen dolog, érted? Hát csak szeretedből. Toka. Hagyjad alszik a csücsköztet, menjünk. Ó, Istenem. Na, akkor valahogy közel kéne. Valahol, nem? Jajaj, itt tudod, van. Tudod, hogy Jenny akkor még nem elé. Megtalállak még valahol. Tudod, jó. Jó, jól vagy, közéken vagy baloldalt, menjünk. Most itt mit keresünk? Szerintem akkor mi környékünkön kéne, nem? Vagy ne? Vagy itt? Itt is olyan. Jó, akkor egy olyan izé kéne, egy olyan házikó, ahol nagyon kevesen járnak, érted, és nem közvetlenül a mi környékünkön van vágod. Aha. Hogy ilyen? Ott egy kocsi. Hol? Az a piros. Ez városi verde? Ez városi verde. Vettes, várj! Várjál meg, mi a felnyi van? Azt nézem. Mindjárt küldök Kordit. Okay. Jó, menjünk, keresünk valami átlát. Kattél a balra, vagy jobbra. Hagyjad, mert küldök neki Kordit megtalál. Itt van előttünk. Ja, tényleg? Kértem, akkor mondjad, merre menjek, Márkusz? Balra? Okay. De hol voltál, papucs? Pihent. Ja, tudod mi van itt amúgy, tessük? Ja, itt nem jó, igen, mert ide járnak, igen. Ez a köcsök csáva. Szerintem jobbra is, még egy, ott egy kicsit jobbra. Aha. Főpubnál valaki fel tud venni. Ah, hát most nem. Most feljük fel, nem tudjuk fölvenni, igen? Majd elmegyünk, de most fontos valaki. Balra? Szerintem erre, nem? Erre nem járnak sokat, tessük. Ja, tényleg a régi házam az itt van. Hol? Itt állj meg? Ezekből itt valamelyik? Várj, megállok. Hol? Hogy hol vagytok, lehet tudok menni. Ez a régi ház. Megvan ez a ház lesz az! Megvan a házam! És itt van egy, be tudtok állni majd. Jaj. Valaki küldjön már Kordi? Várja, küldöm. Akarok lemaradni a buliról? A Kordival várjál már, kapott kettőt? Itt a házad? Kapott kettőt? Hamarosan megkapja, kaphat ide kulcsot. Miért nem kapott Jamitól kendőt? Nem, mert Jamal szereti a kendőt nem elkendőzni. Most akkor mi van így? Kaptok kulcsot, mindenkinek kiosztok. Király. Hát még várni fogsz rá, éppen elkészítettelek. Jaj, vágom, tesó. Ja, azt jelenti, nagyon komoly. De ne a kocsimat, tesó! Megijedtél? Azt szóval nem menj oda kajáért, nem lehet. Ne a kocsimat, ne. Alergiás vökre. Jó, most mindenki egyenként mondja a nevét. Várjál, már nem tudom a saját nevemet. Csak, mondja, nem... Dug, a rendes nevedet mondd. Ro.
vagy John? Juan Carlos Álvarez. Kaptál? Én vagy ki? Igen. Na. Hogy írják? Betűz? Ó, de tényleg a leghülyébbet küldtük be ilyenre? J-O-N-E. Roy John. Akkor R-O-Y-on? Igen, pontos J-O-N-E. Lőttek, lőttek! Nem voltál. Nem én voltam, baznak, a tetőn szaladgálok. Jó, következő. Juan Carlos Salvarez. Ez nagyon beleg lesz. Betűz. Juan Carlos, ez eddig egybe. Tóköz Álvarez. Álvá? Ugye nem lőtted ki a kerekem kettőt? Álvarez. Nem, nem, másik irányba. Hát ez... ez nem fog menni. Kocsin is kurva jó. Leírom SMS-be, jó? Jó, oké. Magas. Az. A felé ígérek, geci. Jó, addig van már a nevedet. Tyler Y-nal. Igen? O'Connell. Jó. Rossz zsarú név. Jaj, rossz köcsön. Egy az O'Connell? Nem, külön. Apostrófes Connell. Ja, ő tudod a Sopel, helyett a Connell. Ja. Jó, ezt is SMS-be küld át. Hívt ott meg valaki az ingatlanba. Jó, a izéret is hozd már fel az Icosodat. Mert azt most elveszem. Oké, csöcsök. Hello. Nem kell váputrizni. Hallod, ezt a lakást azért nem lehetett eddese fölújítani, hát hogy a faszomban néz ki, rohad a fal, bazd meg. Hozzánk illik, háborús helyzet van. Szakadozott tapéta, mi a faszom ezt a jobb zombi zárványos? Ha hallod? Át tudsz öltözni. Hát ez elég ki. Putri. Annyi, hogy nem szabad megérni, itt nem messze járnak ilyen melósok. Ja várjál, itt laktunk a Markusza, bazd meg. Hogy észrevetted öcsém? Hol a tárolá? Bazd be. Na mindjárt kapod a hizét a kulcsot, csak behívtalak titeket. Ja, megkaptam a kulcsot. Kaptam kulcsot? Mindjárt kapod, haver. Judy Domale. Basszeg! Basszom, hogy bebogarasodott ez a szar! Kurva élet! Menj ki, gyere be! Ja, azaz. Igen. Yeah. Nem jó. Szopó. Ja, nagyon. Emlékeztet, hogy embertek a kocsiára. Igen, kiére, arra szövesi szét. Egy önként jelentkezőt szeretnék kérni. Ostoba prostira. Önként jelentkező? Micsoda? Tessék? Önként jelentkező? Jaj. Ja, bácsa. Milyen önként jelentkező? Ne esetek. Mondjad. Jövök. Itt vagyok. Mi van? De a kocsival megyek, bazd. Ne, akkor mindegy, valaki. Toka? Vagy valaki? Hova kell venni? Lőszert csinálok, leraktam egy asztalt, de kevés időm menjünk van hozzá. Akkor menjünk együtt, megnézhetitek. Nem szászt rá, elég tudok. Gyere, faszart! Csinálok valami érdekeset? Toka?
állj meg, kiszállok! Ez mit kell csak? Mindig érdekes van, te fasz, hát bármikor lehet érdek. Ne hagyd egyedül. Nem, még azt sem szerintem meg csak halukázni. Miért akkor nagyon jó helyre ütél. Mondjad. Hát nem tölt a rádióba? Most nem, én most vitesz fotodassa kedet. Valamikor abdolázik, hogy soha meg kell szeretni. Hogy mit tudom én, tudod, hol lakik az Emilia, a szomszéd, oda menj. Jól belekezdtünk ebbe a háborúba, ruppo nélkül. Ezt akartam mondani. Amúgy, hogy jól belekezdtünk ebbe a háborúba, ruppo nélkül, amúgy nem úgy volt, hogy babossák ki a nagy pénzeket? A szólafaszóba vannak. Amúgy tényleg oda mehetünk a saját zsetónkkal, mert amúgy jó lenne ez zsetón. Értek, még mindjárt fölgetünk jobbra. Emilio, hol a pénzem, hogy basszam ki a szátat? Emilio, geci, hol van a pénzem? Rohadjál meg, te faszcsop, hol van raktad? Meghalsz! Nem bírom. Te leszel a következő lini után, most mondom, nem kapom meg a pénzem, hol van? Milyen lini után? Akkor van a kecó. Ezt a faszt nem bírom. Csempe ragasztó, és a csempe vágó meg. Csasz. Nem bírsz magadnak, tényleg? Jaj, bazeg, tényleg! Megütötte! Húva élet! Vigyázz nekem! Na úgy! Én hibám! Szevasztok! Mi? Neked kell, Dagi, figyelj! Szia, Tomikám! Hol vagy? Elbújtunk balra, utána kukázok most, és... Szerintem mostanában úgyis el fog fogyni. Mi a faszom ez itt? Ennek tönkrete! Hát nem is nagyon kéne, mi történt? Akkor gatya. Nem találok benneteket, nem küldtetek még kordit. Ja, figyelj, küldök neked kordit, jó? Csak vigyázz, ne kövessél! Ugye, jövök, hozok még lőszer. De engem nem követnek, tesó, civil verdával vagyok. Mi rendőr vagy te, hogy civil... Annyi srácok, egyszer mondom, a kell spéci fegyver, ami nem Enterprise, most nézzétek meg az asztalt, és válogassatok. Elhozzátok, hogy mi kellene hozzá, és legyártom. Nekem én szeretnék kérni egy Zsolt fegyvert, ami dildókat lövöldöz, és akit eltalálok, azt segbe basztam. Van ilyen? Nincs, de spéci igénytöm. Péci alatt nem arra gondoltunk, hogy bűbrokikat fog gyártani, csak te fasz! Ne tegyétek tönkre, jó? Mert van ilyen tönkre tevő sok. Ja, óvatosan nézzetek bele! Mert köszönöm az asztal, vagy a tórás. Na melyik, Tito? Tito? Azt nem nézett, Tio, te fasz! Ja. Só van akkor, Mifko. Hallod? Figyelj már! Mondjad. Megyünk feküdni? Hát, szerintem ja. Szia, tesikém, jó éjszakát! Küldök kordit! Hát elég... ja. Ha? Sa. Amúgy miért robbantottuk fel a izé? Azt a két verdát. Jamal! Észjárásával nem tudunk gondolkodni, szóval nem tudok választani. Nekem tetszett. Aztán fel azt is? Oké. Kösz. Túl sokszor te vagy minden gondolatom. Ezért szétpasszom. A jó minőségűvel meg úgy számoljatok, hogy egy jó minőségű az három alapanyag. Tehát, hogy három műanyag az H az... Ez nekem magas. És azt oda be kell menni oda, ahol volt ott a... Vagy kiják az vagy. Mi van tesó? Igen. Tudja, hogy én létezek. Jó, majd összefutunk valahol a városba, jó? Mert most nekünk ezt el kell intézni.
Jó, ti jó, akkor te kaptál kulcsot meg, de a többieknek meg majd holnap kiosztom. Nehéz volt az Álvarez, mi? Hát az nagyon baszik. De nem is úgy írják, Álvarez hát szulátában. Hát idióta. A személy itt hol van, tesó? Ez nagyon meleg, geci. Dáko, te tüdőfejű. Egyenes, nem? Mi van? Ez az. Komolysz? Komolysz te? Komolysz. Komolysz te, mi fiákó? Jó van, aláverez. Most meg hova kell menni? Merre, te soha. Hát több, de ami a GPS-en van vágod. Nekem nem jelzi. Még friss. Amúgy nekem se geci. Friss. Jó. Azért, mert friss. Ez ki? Ez ki vagy, tesó? Ez ki a faszom? Szavaztok el, figyeljetek már. Na. Egy olyan kérdése fordulik hozzátok, hogy nem tudom, hogy dolgozok szem... De figyelj már ide, te faszopó! Úgy nézek ki, mint a bátori szeretet! Figyelj ide, te faszopó! Úgy nézek ki, mint a bátori szeretet! Szolgálatot! Akcid! Barack! Szemetes! Hogy a szemet... Barack! A zsákot hol kell leadni. Zsákot kitessom, használd a zsákot. Jó, hogy ezt ki kell nyitni? Ja, de, köszönöm szépen. De mit szól, sokkal jobb ajánlatot adok, hogyha kukázol, akkor menjél bányászni, vegyél bányás csákányt a, ja. Ami a faszomba, a YouTube-nál. A YouTube-ba, vagy mi? És hogyha szerzel acélt, meg ilyen szarokat, akkor azokat mind megveszem tőle. Ja, megveszük tőle, de vágod, jobb állam, mint a piacon. 400 csákány, tesszó. 400 csákány, ennyi a beugró. És kurva jó pénzt keresel belőle. Kapsz fémhulladékot, kapsz acélt. Köcsög bukkás. Meg izét, mi a faszomat, alumíniumot. Jó, ha kérd el a számát, jó, Tiótól, és akkor vele intézed a dolgot. Jó, van-e? Ez nagyon jó pénz neked. Diktálok egy számot. Várjál, telefont az, hogy tudom elővenni. Szerintem nincs is nálam. Jó, gyere csak. Van telefonod? Szerintem nincs. Ha nincs tel, akkor van valami jegyzeted? Nincs. Nincs. Papírod, amire le tudod írni? Mondjad, öcsi! De kórház mehet? Jó, mehet. Jó, vagy igazából, ami van a házban, azokat akkor adja be Dinek. Van egy csomó cucc. Nem, azt majd eladjuk együtt. Mert az vegyes. Hallod? Mennyit kaptunk bukfencért? Na gyere már, bazdmeg, tudtam, hogy ezt nem fogod elfelejteni, hogy na, hogy jó helyen van nálam, vagy tudodom máskor. De mennyi pénz az? Hát te kapsz belőle, bazdmeg 15 ezeret. És te? Én? Jó, várjál. Igen. Ugyanennyit. Mert 30-et kaptunk, mert halmat szállítottuk le. Ennyi zsákba. Hát most nem jó az. Várjál, várjál. De, ragudj a pénzt, nem felejtem el. Tudom, hogy rohadjál meg. Oké, 410. Kötőjel 805. Tudom. Kötőjel 8338. De akkor ez a tokát. Ha ezt fölhívod, keresd Tiót. Ja, mert lehet, hogy Jurit vesz is bőr, és akkor mondod, hogy Tió kell. És még valami ófehérke. Igen-e? Mindig okosan közelítsél meg minket, mert mostanában elég eldurultak a dolgok, szóval telefonáljál. Jó, ja, van-e? Ja, mert egyből gyakorváglak ezzel az öcskössel. Gondoltam érted, de ide jövök, mert itt ugye itt kukáztam az előbb, aztán. Most mázlid volt, jó tetted, de óvatosan, jó? Jó, van-e? Ha nem fognak szépen. Le, én már tarkóvágtalak volna a gecibe. Igen, most egy kicsit ideges. Ja, jó, van-e, akkor megyek es, köszönöm Mecsi szépen. Mecsi is, hozzá, hallod? Figyelj, de elmondom, mi van. Figyelek. Van egy dapot, hogy idehozzál nekem mindenből vagy 500-at, értve vagyok? Szóval pörögjél fölfele. Na, csak azt akartam mondani, hogy jó munkát. Várjál már, tesó, van nálad, nyitogasd meg ki a zsákokat, kapsz belőle rezet? Aha, kapok-e? Kapsz, várjál. Igen? Mennyi, hát, mennyi van, hány rezet? 5 van nálam. Úgy tudom használni egy kis tárta. Nyitogasd ki mindet. Vasszom. Jó, akkor a cifos meglátod, egyből megölöd. Tenne. Jó, van-e. Használ ki a szarokat. Akkor menjünk el óráiba. Jamának odaadtam. Hagyd itt a gecibe. Hagyja mit? Hagyd itt a faszomba. Úgyis egy fél órát dumál a parasztom. Ja, de várj, itt van bent a cucc, ezt ki kéne pakoljam. Más helyett a csomagtartót tartom, hát pakoljátok már be. És a szó, hogy mi az ajtó nekifutásra menjek át, vagy ez a, olyan, mint a Harry Potterben a 7/4 vágány? Megkaptam
kiadjad ezzel. De én nem tudok bemenni, bazd meg. Ne fogják csúszni, te hülye, ezek lelőnek. Ez bogaras geci nekem. Mit szólsz? Van nálam. Akkor feküdj le és pihenj meg. Ha nekem az tökéletes. Zsír, oké. Okay. Megnézem mennyi van nálam. Hol vagytok most? Ne nyújt már a verdáját. Ez van nekem való. Állj egy picit arrébb, Markus. Zsír. Adok neked egy izét, egy kordit. Aztán van hívlak-e? Én nem adok már más, de nekem fekvés van. Fekvés. A többiek adnak kordit. Álljatok már, pont neki akarok adni valamit. Kapanzd meg ki, adjatok. Jössz, Dáko, lefekszünk a bokorba! Ja. A só, ki kell érdemelni mindent. Én itt fekszek, szia Dáko. Köszönet oka. Hát egy dobozé vissza kell vegyük. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Na hát, mára ennyi volt srácok, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Szevasztok, jó éjszakát!